Szeretettel köszöntöm minden résztvevőnket a mai napon, illetve külön szeretném köszönteni a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központ, illetve a Pécsi Tudományegyetem munkatársait. A projektünknek a címe, melynek a projekt záró rendezvényén veszünk most jelenleg részt, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központ épület üzemeltetésének karbonlábnyom számítása 2019-es évre címet viseli. A számítást a Követ Egyesület végezte, a projekt EFOP pályázat keretében valósul meg. Ennek a pályázatnak a címe a Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében. Ha megengedik, akkor nagyon röviden szeretném ismertetni a programunkat, és ezt mutatom is. A megnyitó beszédet Szakár Péter, a Szegedi Tudományegyetem oktatási igazgatója. Majd meghallgatjuk a projekt eredményeinek bemutatását. Először Gyarmati László, a József Attila Tanulmány és Információs Központ igazgatója fog egy bevezetőt, illetve a projekt céljait bemutató előadást tartani, illetve elmondja nekünk, hogy hogyan illeszkedik az egyetem környezetudatos törekvéseibe ez a jelenlegi projekt. Majd Herner Katalin, a Követ Egyesület ügyvezető igazgatója fogja bemutatni a projekt konkrét eredményeit. Ezután megtekintjük a szemléletformáló videókat, ezekből 4 darab van. Mindegyik videó levetítése után lesz egy rövid kis reflektálás Gyarmati László és Herner Katalin részéről az adott videókkal kapcsolatban. Ezután adunk egy rövid kis kávészünetet, majd visszatérünk egy kerekasztal beszélgetésre, melynek résztvevői Gyarmati László, Herner Katalin lesznek, illetve a Pécsi Tudományegyetem részéről dr. Advánszky Bertalan, valamint Kulcsár Tünde. Majd a konferencia zárása következik, ez Gyarmati László TIG-igazgató fogja megtenni. Tehát ez lesz a programunk a mai napon, és szeretném felkérni Szakár Péter oktatási igazgatóra, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Köszönöm. Jó napot kívánok! Szakár Péter, a Szegedi Tudományegyetem oktatási igazgatója, és sok szeretettel köszöntöm én is a rendezvény vendégeit, a Követ Egyesület részéről, a Pécsi Tudományegyetem részéről, illetve a Szegedi Tudományegyetem részéről. Nagyon nagy büszkeség ez nekünk, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez a projekt megvalósult, és a Szegedi Tudományegyetem részt vehet, és részese lehet egy ilyen kezdeményezésnek. Amikor erről a projektről gondolkodtam, akkor a elhatatosság és a kitartás jutott eszembe. Nekem személyes élményeim a Zöld Egyetemmel kapcsolatban egészen 2006-2007-ig nyúlnak vissza, amikor az egyetem gyakorlatilag letette a voksát, amellett, hogy ilyen jellegű kezdeményezések mellé áll, és szeretné az egyetem ökológiai lábnyomát csökkenteni, és mindenféle zöld kezdeményezésekkel átalakítania mind az ügyintézési folyamatait, mind pedig a működési folyamatait. Én azt gondolom, hogy ez a projekt is egy kitűnő bizonyítéka annak, hogy ez a folyamat sikeres a Szegedi Tudományegyetemen. Mi nem csak azt gondolom, hogy itt a Tanulmányi és Információs Központban, hanem az egész egyetemen elmondhatjuk azt, hogy ez a fajta filozófia áthatja az egész tudományegyetem működését. Megnéztem, hogy ebben a témában írott, készült szakdolgozatok, doktori védések, tudományos publikációk száma évről évre folyamatosan nő, és ez a szellemiség pedig gyakorlatilag áthatja a munkánkat. Olyan egyszerű dolgokra lehet gondolni, hogy most már csak is elektronikus ügyintézésben gondolkodunk, hogy amikor kialakítunk egy folyamatot, akkor annak szinte természetesen része az, hogy végig gondoljuk a zöld szempontokat, hogy vajon akkor megvalósítható-e ez a folyamat, az új kezdeményezés, a lehető legkisebb ökológiai lábnyom kialakításával,
És azt gondolom, hogy ezek a fajta kezdeményezések, ezek a fajta projektek pedig egy nagyon jó összefoglalói annak, hogy milyen eredményeket is ér el ezekben a Szegedi Tudományegyetem. Köszönöm szépen, és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen oktatási igazgató úrnak a köszöntőt. Most felkérem Gyarmati Lászlót, a József Attila Tanulmány és Információs Központ igazgatóját, hogy ő is tartsa meg köszöntőjét, illetve ismertesse a projekt célját. Köszönöm szépen mindenkinek, aki csatlakozott a megbeszéléshez. A távolról indítanám, és azt mondanám, hogy hol illeszkedik ez a projekt az egyetem tevékenységeibe. Rögtön azt tudom mondani, hogy nagyon sok ponton. Alapvetően ugye az egyetemnek van egy oktatási-kutatási feladata és egy harmadik missziója, amiben már nagyon erősen kialakult, ahogy Péter is jelezte, környezettudatos viselkedés mintáknak az erősítése és ösztönzése, ami egy kettős felelősséget jelent az egyetem számára. Egyrészt jó példákat kell kialakítanunk a saját dolgozóink irányába, a saját infrastruktúra működtetésünk irányába, illetve nyilván a jövő gondolkodói, tudósait is mi itt képezzük, tehát nekik is olyan üzenetcsomagokat kell átadni, amiket otthon tudnak hasznosítani, át tudnak adni, amikor elkezdik az elsajátított tudományterületet működtetni és dolgozni. Azok, amiket mi itt elindítottunk az egyetemen, azok megjelennek a technikai fejlesztésekben, a megújuló energiaforrások használatának növelésében. Igyekszünk itt a TIG-ben, saját rendezvényenkkel környezettudatos gondolkodásmódra ösztönözni a látogatókat, kommunikációs kampányokat létrehozni, és gyakorlatilag ezzel a projekttel az volt a célunk, hogy állítsunk magunk elé egy tükröt. Nézzük meg, hogy jelenleg a környezeti terhelésben pontosan hol tartunk, mik a domináns faktorok, értsük meg azt, hogy az a szolgáltatás, amit az egyetem létrehoz, oktatás, digitális oktatás, ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak az igénybevétele, konkrét környezeti terhelés számokban mit jelent. Nyilván ahhoz, hogyha valamit fejleszteni, javítani szeretnénk, az mindig szükséges az, hogy pontosan tudjuk, hogy most mi hol tartunk. Ha ezt megtudjuk, pontosan látjuk, értjük az adott helyzetet és szituációt, onnan tudunk hatékony stratégiákat kialakítani, hogy hogy tudunk változtatni, hol vannak az optimalizációs további lehetőségek, hol vannak a beavatkozási pontok, és gyakorlatilag ez az egész együttműködésnek a fő feladata az volt, hogy értsük meg a jelenlegi szituációnkat, lássuk meg, hogy milyen tevékenységhez, milyen környezeti terhelések működnek, és nézzük meg, hogy utána ezekhez a tevékenységhez kapcsolódó célcsoportoknak milyen üzeneteket tudunk átadni, milyen javaslatokat, és nyilván magunknak is készíteni kell egy checklistát, hogy hol tudunk fejlődni, mi az, amire mondjuk egy külső szakértő föl tudja hívni a figyelmünket, ami rá tudja a fókuszt állítani, és értsük meg azt, hogy mi milyen erőforrásokat tudunk még mozgósítani annak érdekében, hogy a környezeti terhelésünk tovább csökkenjen. A Tanulmány és Információs Központ, ami úgymond a fő vizsgálati alanya volt ennek az egész együttműködésnek, azért egy jó helyszín ehhez a felméréshez és ehhez az együttműködéshez, mert gyakorlatilag az egész szinte, az egész egyetemi feladatrendszer, célrendszernek valamely szegmense megjelenik ebbe az épületbe. Itt tartanak előadást a rengeteg oktató, itt van az egyetemi könyvtár, itt van sok egyetemi központi funkció, a hallgatói ügyintézésnek egyik központja az épület, dolgozói, oktatói továbbképzések is ebben az épületben valósulnak meg. Egy COVID-mentes időszakban egy konferenciaközpontot is működtetünk itt. Gyakorlatilag az egyetemi életúton, akár oktatókról, látogatókról, dolgozókról, hallgatókról beszélünk, az egyetemi életúton mindig valamelyik pontban találkozik a célcsoportunk ezzel az épülettel. És azért gondoltuk, hogy vizsgáljuk meg ezt az épületet, nézzük meg, hogy itt mit látunk, és milyen olyan kommunikációs kampányokat tudunk felépíteni, amiket utána átadhatunk a látogatóknak, hallgatóknak, oktatóknak, és saját magunk mit tudunk abból tanulni, ami ennek az együttműködés eredményeképpen létrejöhet. Így ágyazódik ez az együttműködés és ez a projekt az egyetem fő céljai közé, és nekem el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Bízom benne, hogy több ilyen projektet tudunk majd továbbvinni, illetve nyilván a mostani projekt eredményeit tovább tudjuk lebontani operatív feladatokra, célokra, és tudjuk ezt a
környezeti terhelés mérésére fölvett szemüvegen keresztül tovább csökkenteni az egyetem környezeti terhelését. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Gyarmati László igazgató úrnak a felvezetést, és meg szeretném kérni Herner Katalint, a Követ Egyesület ügyvezető igazgatóját, szakmai vezetőjét, hogy tartsa meg ő is előadását, ismertesse a projekt lépéseit és annak eredményeit. Köszönöm szépen! Herner Katalin vagyok, ahogy kolléganő már felvezetett, és akkor a PPT-t folytatva köszönöm a felvezető előadásokat vagy beszédeket Lászlónak, illetve oktatási igazgató úrnak. És akkor én arról szeretnék beszélni, hogy mit végeztünk az elmúlt időben, mi volt a projekt feladat, és annak milyen eredményei születtek végül. Mielőtt még erre rátérnék, azért főleg azok azon részvevők számára, akiknek nem vagyunk annyira ismertek, pár mondatban azért bemutatnám az egyesületünket. Követ Egyesület a fenntartható gazdaságért szervezet 25 éve alakult azzal a céllal, hogy főleg az intézményeknek és elsősorban a vállalatoknak nyújtson segítséget abban, hogyan tudják a működésüket környezeti és a fenntarthatósági szempontok szerint működtetni. Az utóbbi 25 évben nagyon sok projektet, pályázatot, rendezvényt hajtottunk végre annak érdekében, hogy ez minél jobban elterjedjen a vállalatok és az intézmények körében. És nagyon sok olyan programot fejlesztettünk ki, amelynek célja az, hogy ez segítse a vállalatok életében. Itt látható pár ezek közül, ez az ablakon bedobott pénz, akár a Zöld Iroda program, Zöld Iroda minősítés, vagy a legújabb a Zöld Rendezvény minősítés, ami egyébként célunk volt, hogy ugye a mai napra nem egészen így terveztük nyilvánvalóan ezt a záró konferenciát, hanem egy személyes konferenciára terveztük, ami egyébként egy Zöld Rendezvény minősítésnek, a kritérium rendszereinek felelt volna meg. Annyiban ez megvalósult, hogy nyilvánvalóan így az online térben helyezve ezt a rendezvényt, ennek semmilyen közlekedési, illetve plusz közlekedési például, vagy catering környezeti terhelése így nincsen, úgyhogy végül is megvalósul ez a Zöld Rendezvény, de azért nem egészen így terveztük nyilván. Az itt látható logók azt jelképezik, hogy melyek azok a nemzetközi vagy EU-s pályázatok, projektek, amiben részt vettünk, illetve jelenleg részt veszünk. Jelenleg a Követ Egyesület két EU finanszírozott LIFE projektet visz. Az egyik egy klímaadaptációs témakörben, ahol vállalat és város és intézmény együttműködésről van szó, klímaadaptációban. A másik pedig egy Environmental Technology Verification elnevezésű EU-s irányelvnek a hazai meghonosítása lenne. Az eredményekről szeretnék beszámolni a következőkben, illetve arról a folyamatról, hogy ez a karbonlábnyom számítás ez hogyan ment végbe, és hogy pontosan mit is jelent ez esetleg azoknak, akiktől messzebb áll ez a téma. Ugye egy szervezetnek a karbon lábnyoma, azaz a meghatározott rendszerhatárokon belüli összes üvegházhatású gázkibocsátást jelenti, átszámolva széndioxid egyenértékben. Erre vonatkozó nemzetközi irányelvek és nemzetközi szabványok vannak. Mi a számolás során ezeket a nemzetközi szabványokat vettük figyelembe, így egyrészt az ISO 14064-es szabvány, amely szervezetek üvegházhatású gázkibocsátásának felméréséről és annak jelentéséről szól, illetve a GHG protokollt, ami szintén ezeket az irányelveket tartalmazza. Feladatunk tehát az volt, hogy a 2019-es évre gyűjtsük össze azokat az adatokat, amelyek üvegházhatású gázkibocsátással járnak, és ezeket egy adott módszertan, metodika szerint váltsuk át széndioxid egyenértékbe, amelyet azután karbonlábnyomként azonosítunk, és ezt utána értelmezzük is. A módszertan, amit közösen a Szegedi Tudományegyetemmel, a TIK-kel és Gyarmati Lászlóval kiválasztottunk, ez a bilankarbon nevű módszertan, amely a francia Association Bilankarbon és az ADEM nevű intézménynek vagy intézetnek a közös fejlesztése. A bilankarbon módszertan az gyakorlatilag fizikailag nézve egy konkrétan egy Excel fájl, ami Excel fájlba az összes ide tartozó adat összegyűjtésre került,
első körben meghatározásra került a rendszerhatár, mely rendszerhatárokon belül nézzük a TIC-hez tartozó adatokat. Az adatgyűjtés során mind a Scope 1, Scope 2, Scope 3 rendszerben összegyűjtöttük ezeket az adatokat, erről egy picit még fogok beszélni. Az adatok egy részéhez felmérést kellett végeznünk a Szegedi Tudományegyetem hallgatói és dolgozói körében, hogy megtudjuk, hogy mekkora az a környezeti terhelés, amelyet az ő egyetemhez történő közlekedésük, napi ingázásuk és a hallgatóknak ugye a hazautazása okoz. Mindezeket az adatokat beépítettük a Bilankarbon adatgyűjtőjébe, amely magyar emissziós faktorokat is tartalmaz, és aztán ebből megkaptuk a tonna széndioxid egyenértékben számolt karbonlábnyomot, amit aztán értelmezünk, és a jelen rendezvénnyel is diszeminálunk. A következő ábrán ugye egy kicsit messziről látszik, és nyilván nem annyira kivehetőek a részletek, csak azt szerettük volna megmutatni, hogy mégis hogy néz ki ez a bilankarbon eszköz. Ez, ahogy mondtam, ez igazából egy függvényelt Excel tábla, ami gyönyörűen összegyűjti az adatokat, és átszámolja a széndioxid egyenértékbe, az energiától, a bejövő anyagokon, a keletkezett hulladékokon és légszennyező anyagokon át, egészen a napi ingázásig, az üzleti utazásokig, illetve ebben az esetben értelmezhetetlenül, de ha egy termék esetében például az end of life területre is kitérne, tehát hogyha egy termékre is el tudnánk ezt végezni, akkor ott az is szerepelne benne, hogy mi történik a hasznos élettartamon túl. Nyilvánvaló itt az egyetem esetében ez értelmezhetetlen volt. Egy picit ezekről a rendszerhatárokról, illetve ezekről a szkópokról szerettem volna még beszélni. A Scope 1, Scope 2, Scope 3 lehatárolás mind a GHG protokollban, mind az ISO 14064-es szabályban megjelenik, és azokat a területeket mutatja, ahol, amelyekre kell gondolni, hogyha karbonlábnyomot számolunk. Ugye első körben, hogyha arra gondolunk, hogy milyen üvegházhatású gázkibocsátása van egy intézménynek, egy épületnek, akkor nyilvánvalóan eszünkbe jut a villamosenergiafogyasztás, földgázfogyasztás, viszont nem biztos, hogy eszünkbe jutnak azok a szolgáltatások, amelyeket igénybe vesz egy intézmény, egy épület, illetve azok a beszerzett javak, akár tőkejavak, amelyeket egy adott évben az intézmény ugyancsak beszerzésre kerülnek egy adott évben. A direkt kibocsátásokat tartalmazza a Scope 1, a Scope 2 tartalmazza ugye az indirekt kibocsátásokat, a Scope 3 pedig az upstream és a downstream részen szintén a beszállítással és a kiszállítással, a beszerzett szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és adatokat tartalmazza, egy picit részletesebben is. A direkt kibocsátások ugye például a belső égésű motorokból, nyilvánvalóan a vállalati vagy itt intézményi autóflottából származó üzemanyagfogyasztást, tüzelőberendezésekben felvett és elfogyasztott ugye energiát, esetleg a direkt diffúz kibocsátásokat, nyilván itt jelenleg ez nem volt jellemző, ezeket tartalmazza. A Scope 2 tartalmazza a villamos energiával kapcsolatos indirekt kibocsátásokat és a gőzhűtés, hűtéssel kapcsolatos kibocsátásokat. Még a Scope 3 pedig, ahogy mondtam, olyan indirekt kibocsátásokat tartalmaz, amire amúgy nem biztos, hogy gondolnánk, hogy ide tartozik. Ide tartozik például a dolgozók utazása, vagy ha akarjuk, akár itt ugye lehatároltuk, hogy a dolgozók mindennapi ingázását vettük bele a számításba, de akár ugye kiterjesztve a hallgatóknak az utazását is belevehetjük egy következő körben. A hulladékok keletkezése, az áruszállítás és a különböző szolgáltatásoknak a beszerzése. A jobb oldali ábrán az látható, hogy egy teljesen általános, nem ebben a konkrét esetben, egy általános esetben nyilvánvalóan a Scope 3 az adja az üvegházhatású gázkibocsátásoknak a zömét, hiszen ez egy nagyon széles kör, ami ide tartozik. Elvégeztük a számítást a bilankarbon módszer szerint, amiről már megtörtént a jelentés a vállalat felé, és az utóbbi időben azzal voltunk elfoglalva, hogy ezt megfelelő keretekben tudjuk diszeminálni, és minél szélesebb körhöz eljuttatni. Ennek érdekében készültek azok az explainer videók, amelyeket hamarosan bemutatunk.
Az eredmény az gyakorlatilag ezen az egyszerű tortadiagramon kivehető. Ha összeszámoltuk az eddig felsorolt összes tényezőt, erőforrás felhasználást, hulladékkeletkezést, villamos energia felhasználást, földgáz keletkezést, akkor az összességében azt eredményezte a módszer szerint, hogy 5318 tonna széndioxid egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt bocsátott ki a TIC épület az üzemeltetés során a 2019-es évre. És ennek a diagramon látható ennek az összetétele, tehát hogy az 5318 tonna széndioxid milyen arányban jön a különböző tényezőkből, az látható, hogy leginkább itt az energia a legnagyobb fogyasztó, vagy a legnagyobb hozzájárulással ez van a széndioxid egyenértékhez, mintegy 48%-kal. A különböző bemeneti anyagok mintegy 28%-kal szerepelnek, és ezt követi a munkavállalók munkába járása, ez a napi munkába járása a dolgozóknak az ingázása, illetve ide számoltuk még az üzleti utakat is. A direkt hulladék és az egyéb közlekedés, tőkejav a károszállítás, itt azért 0%-kal szerepel, mert annyira kicsi volt az egészhez képest, ennek is van természetesen széndioxid egyenértéke, de 1% alatti a hozzájárulása az egészhez. Ahogy említettem, egy felmérést is végeztünk. Egyrészt magát a disszeminációt és a szemléletformálást szerettük volna azzal erősíteni, a projektről, annak a célkitűzéséről és erről a témáról minél szélesebb körben megkérdezzük a hallgatókat és a dolgozókat. A felmérés eredményeiről részletesebben fogok még beszélni. Itt maga az eredmény látható, az pedig az, hogy a felmérésben egy fontos kérdés volt a közlekedés, hogy a hallgatók és a dolgozók hogyan közlekednek a naponta a Szegedi Tudományegyetem különböző épületeiben, illetve a TIC épületbe, illetve az ő otthonuktól Szeged felé történő közlekedést is belevettük a számításba, és itt végeztünk egy számolást, aminek az lett az eredménye, hogy ez most kifejezetten a hallgatókra vonatkoztatva, ugye, mutatja a tortadiagram, hogy 118.165 tonna széndioxid egyenértéknek megfelelő üvegházhatású gázt került kibocsátásra, csak a közlekedés által, a hallgatói közlekedés által. Ugye az eredményeket egy picit plasztikusabban is be tudjuk mutatni, nyilvánvalóan ezek a számok azoknak, akik nem ezzel foglalkoznak a mindennapokban, nehezen értelmezhetők, ezért összehasonlítottuk különböző statisztikai adatokkal. Az egyik ilyen statisztikai adat, hogy ez egy főre jutó széndioxid, éves széndioxid kibocsátás ma Magyarországon, illetve 2018-as volt a legfrissebb adat, amit találtunk, az 6,6 tonna. Ebből következően a TIC épület által kibocsátott 5318 tonna széndioxid, mintegy 806 magyar ember éves széndioxid kibocsátásának felel meg. Ez egy összehasonlítás. És a másik oldalon pedig az is fontos, hogy ez mekkora, milyen elnyelő kapacitással lehetne ezt a tonna széndioxid mennyiséget ugye eliminálni a levegőből. Ehhez pedig ugye azt vettük, hogy egy jó minőségű kocsányos tölgy 9,8 tonna széndioxidot tud az adott forrás szerint megkötni évente, hektáronként, ezért ebből a számolásból az jön ki, hogy ezt a TIC által kibocsátott tonnaszén-dioxid adatot 543 hektár ilyen erdőt tudná eliminálni a levegőből, tehát mind a kimeneti, mind az eliminációs oldalon egy összehasonlítást tettünk erre. Akkor amire még szeretnék kitérni, az a szemléletformálási rész. A szemléletformálási részen, ahogy említettem, végeztünk egy felmérést. A felmérést egyrészt még februárban még személyesen meg tudtuk tenni, hogy a TIC épületben egy pár hallgatóval személyesen kitöltetni. Ezután már nyilvánvalóan a helyzet miatt erre nem volt lehetőség. Online felületen töltötték ki a hallgatók ezeket a felmérésnek a kérdőíveit. 1754 fő vett részt magában a felmérésben, és itt olyan adatokra, vagy olyan dolgokra kérdeztünk rá, mint például a közlekedés, az étkezési szokásaik,
a hulladék, hogy hulladékkal hogy bánnak a hallgatók, illetve a dolgozók, és az egyéb környezettudatossági elgondolásaik, vagy rangsorolásuk hogy alakul. A szemléletformálásnak az eredményei, vagy eredménytermékei láthatók itt. Egyrészt maga a felmérés is ennek az eredménye, azt gondoljuk, hogy ez egy, mivel elég jelentős volt az elérése ennek a felmérésnek, ez egy jelentős szemléletformálást tudott elérni. Az eredmények alapján készült az a 4 explainer videó, amit be fogunk mutatni. Az egyik magáról a TIC-nek a környezeti fenntarthatóságáról, illetve ezekről az eredmények összefoglalásáról szól. Egy szól kifejezetten a hallgatók környezeti felmérésének eredményéről, egy a dolgozókról, és egy külön videóban a zöld rendezvényekről szól, és ez mint kiemelt téma jelenik meg. Két infografika is készült, ami bemutatja ezeknek az eredményeknek az összefoglalását. Az egy roll-up, ami ott a kollégák, Szegedi Tudományi Egyetem a kollégáknál látható, ezt tartalmazza, és készül, még folyamatban van 7 online képzési anyagnak az elkészítése. Ez ugye a december 18-ai projekt határidőre lesz meg a jelentéssel együtt. Ezeknek a diasoroknak a célja az lesz, hogy még jobban szélesítse azt a kört, akihez elér a szemléletformálással ezeknek a témáknak a lényege. Itt egészen az általános globális környezeti trendektől, akár a Green Deal-ről, vagy az ENSZ fenntartható fejlődési céljaitól eljutunk egészen addig, hogy a maga a dolgozók és a hallgatók az egyéni életükben hogyan tudnak minél többet tenni a környezettudatosság érdekében. Ez egy december után bárki számára az STM oldalain elérhető képzési anyag lesz. Ahogy mondtam már, ugye a kérdőívnek a 33 kérdés erre a 4 témakörre korlátozódott. Még néhány érdekes statisztikai adat, hogy az 1754 kitöltő azért nagy része hallgató volt, tehát az 1334 hallgató töltötte ki, ami az összhallgatói létszám, 21 ezer fős hallgatói létszámnak mindegy 6,4%-a, ami azt gondoljuk, hogy egy szép szám tekintve, hogy ez egy pár hét alatt történt meg. 407 dolgozó is kitöltötte a kérdőívet, és a látogatók száma az ebben az időszakban nem volt olyan jelentős, úgyhogy itt kevesebb elérést tudtunk elérni. Nyilvánvalóan a februártól telt időben ez pedig csak romlott ez a látogatószám olyan szempontból, hogy ugye most jelen helyzetben nem igazán a rendezvények évét éljük, úgyhogy itt a látogatók száma az csökkent. Még talán egy érdekes kiragadott adatot vettem ki a jelentésből, az, hogy azért az 1754 kitöltőnek az 55%-a az a fiatal korosztályból jött, tehát nyilvánvalóan ez a hallgatókat jelentette elsősorban. A személyes tapasztalatunk az volt, amikor februárban ott tudtunk még lenni a TIC épületben, hogy nagyon szívesen töltötték ki, és érdeklődőek voltak a hallgatók a témáiban. Ahogy mondtam, készült egy jelentés magáról a felmérésről és ennek az eredményeiről. Innen csak kiragadtam egy-két diagramot az előadásomnak a végére, amiből az látszik, hogy nagyon szép statisztikai adatokat lehetett levonni abból a nagy számból, amit ez a felmérés jelentett. Például a közlekedés esetében mind a dolgozók, ugye különbözők a dolgozók és a hallgatók közlekedését, ezen belül pedig külön a városi közlekedést és a távolsági közlekedést. Mindegyik esetében azért azt láttuk, hogy a közösségi közlekedés agregált száma volt a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a vonattal, busszal, illetve helyben a buszos, villamosos közlekedésnek az aránya az jelentős volt, főleg a hallgatók esetében is. Az autós közlekedés azért majdnem fej-fej mellett halad a dolgozók esetében, a hallgatók esetében azért kicsit kisebb a jelentőség az autós közlekedésnek, de még mindig jelentős. Illetve azt láttuk, hogy a városi közlekedésben azért a környezetbarát megoldások, így a gyalogos közlekedés, a kerékpáros közlekedés, akár a roller, vagy még az elektromos rollert is ide vettük, azért jelentős. Tehát ez inkább a városi közlekedésben jelenik meg nyilvánvalóan. Szelektív hulladékgyűjtésnél a válaszadók, mindegy 89%-a saját bevallása szerint szelektíven gyűjti a hulladékot. Egy érdekes adat volt, hogy
nagyobb százalékban gyűjtik a TIK épületben szelektíven, mint otthon. Reméljük, hogy ez a jó példa, ez akkor ragadós lesz, és a háztartásokban is egyre jobban terjed a szelektív hulladékgyűjtés. És ami még talán itt a hulladéktermelésnél egy érdekes adat, hogy a válaszadók jelentős része azért azt válaszolta, hogy a hulladék termelése az azért nagyjából megfelel az országos átlagnak. Tehát ilyen fél, egy kilogramm hulladéktermelés per fő, per nap az a jellemző statisztikai átlag a magyar háztartásokban, vagy a magyar emberekre. Ezt nagyjából ezt követte le itt a válaszadóknak az eredménye is. És akkor ezzel szeretném zárni, ahogy Gyarmati László is említette, mi is azt gondoljuk, hogy ez egy mérföldkő lehet a Szegedi Tudományegyetem életében és a TIK üzemeltetésében. A mérföldkő az azt jelenti, hogy jelen pillanatban 2019-es adatokra vonatkoztatva van egy számadat, van egy nagyon tiszta, értelmezhető számadat, ez az 5318 tonna széndioxid egyenérték, és innen lehet ugye elmozdulni, és ugye, hogy ez az úton végighalad a szervezet, az intézmény, akkor innen lehet csökkenteni. Hát most ez nehezen értelmezhető erre az évre nyilvánvalóan ezek az adatok, nem lesznek összemérhetők a 2020-as adatok a 2019-es adatokkal. Itt majd akkor lehet egy összehasonlítást tenni az adatokban, amikor rendeződik ez a helyzet, és visszaállnak azok az intézményben, azok a rendezvények, azok a képzések, és az a mindennapi élet, ami reméljük, hogy vissza fog állni, és 2019-et még jellemezte. Így én szeretném megköszönni a figyelmet, és akkor megpróbáljuk az explainer videókat bemutatni. Köszönjük szépen Herner Katalinnak a projekt bemutatását és az eredményeknek a vázolását. Én szeretném jelezni, hogy a chatben tudnak kérdéseket feltenni, ezt már írásban a chatben jeleztük is, és Szilágyi Zsoltól látunk is egy kérdést, milyen forrásból volt finanszírozva a projekt. Ezt egyébként a bevezetőben említettük, de én Gyarmati Lászlóhoz fordulok, hogy ezt fejtse ki nekünk egy picit. Köszönjük. Igen, köszönöm szépen. Megteszitek, Katinka, légy szíves, hogy akkor a kezdődiát újra a Zsolt kedvéért föl... Természetesen, igen. Hát úgymond a nagy globális EFOP forrásból, ahol nagyon sok egyetem is részt vesz. Tehát alapvetően az EFOP forrásnak volt az oktatási hatosszámú alprojektje, ahova ezt a projektelemet be tudtuk éleszteni, és úgy tudtuk megvalósítani. A konkrét azonosító szám az ezen a dián meg is található. Én szeretném jelezni, amit talán a bevezetőmben elmulasztottam mondani, hogy a négy explainer videó megtekintése, vagy szemléletformáló videó megtekintése után mi készültünk a kedves jelenlévőknek egy rövid kis Mentimeter kérdéssorral, úgyhogy majd akár egy mobilkészüléket, vagy ha esetleg laptopról, számítógépről követik a rendezvényt, akkor ott majd egy új ablakot nyitva tudnak ennek, akkor, amikor elérkezik az ideje, akkor a pontos belépési kódokat meg fogjuk adni, csak hogy erre számítsanak, gondoljanak, hogy egy kicsit majd interaktívvá szeretnénk tenni ezt a rendezvényt. Jó, köszönjük szépen! Akkor a szemléletformáló videókra szeretnénk rátérni, ezekből összesen 4 darab készült. Egy átfogó összegző videó, ahogy ezt már hallottuk is Herner Katalin bevezetőjében. A hallgatók válaszaiból, a dolgozók válaszaiból is készült egy-egy videó, illetve hát az azokat kiértékelő eredményekből, illetve a negyedik videó az a rendezvényekre vonatkozik, illetve ezekhez kapcsolódik, mivel a TIK épület rengeteg rendezvénynek ad. Egy normál évben, mondjuk a 2019-es évben 300 fölött volt az ott megrendezett rendezvényeknek a száma. Ugye erről is készült egy videó, és akkor az elsőt én rögtön szeretném is indítani. Egy picike kis türelmet kérek, és már is. A Szegedi Tudományegyetemnek kiemelten fontos a környezettudatos gondolkodás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Green Metric nemzetközi felmérésben a legzöldebb magyar egyetem vagyunk évről évre. Az egyetem egyik központi épületeként kiemelt szerepünk van ebben a küldetésben. Több sikeres beruházáson vagyunk túl az elmúlt években.
napelemek telepítése, mozgásérzékelős kapcsolók bevezetése, szennyvízhőt hasznosító technológia bevezetése, szellőztető rendszer optimalizálása frekvenciaváltóval. A fejlesztések mellett azonban a gondolkodást is szeretnénk formálni, ezért mindegyik saját szervezésű rendezvényünk a környezettudatosság népszerűségét szolgálja. Az eddigi eredményeinkre büszkék vagyunk, ám hosszú távú céljaink eléréséhez úgy döntöttünk, hogy a 2019-es évünkre egy teljes körű karbonlábnyommérést végzünk, mely iránytűnk lehet a jövőben. Ebben a felmérésben az intézményhez kapcsolódó számos tevékenység környezetterhelő hatását vizsgálták, amelynek eredményeként meghatározták épületünk éves széndioxid kibocsátását. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Ennek a számnak egy kis hányadát a direkt hulladék és az üzleti utakkal kapcsolatos közlekedés, de a nagy részét a munkavállalók munkába járása, az energiafogyasztás és a bemeneti anyagok adják, melyek az igénybe vett szolgáltatásokból származtatott üvegházhatású gázok kibocsátását jelenti. Ide tartozik például a higiéniai eszközök használata, a száraz elemek, de még a postai szolgáltatások és a biztonsági szolgálat is. Magyarország egy főre vetített széndioxid kibocsátása 2018-ban 6,6 tonna volt. A TIG-be naponta 3-4 ezer ember jár, mégis a TIG széndioxid kibocsátása 806 ember átlagos kibocsátásának felel meg éves szinten. Egy tölgyerdő egy hektáron 9,8 tonna széndioxidot képes megkötni évente. A TIG kibocsátását 542 hektár tölgyerdő kötné meg. Most már kézzelfogható adatok állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy valódi, mérhető célkitűzéseket tegyünk a jövőben. A mostani állapotunk egy mérföldkő a hosszú úton, melynek célja az egyetem környezeti terhelésének további csökkentése és az ehhez szükséges szemléletmód átadása. Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. Igen, ez volt az első videó, ami egy összegzést adott a projektről, és akkor felkérem Gyarmati László igazgató urat, illetve Hernek Katalin ügyvezető igazgató asszonyt, hogy egy kicsit segítsenek nekünk ennek a videónak az értelmezésében. Köszönöm szépen. Ehhez a videóhoz erről sokat beszélgettünk, annyit szeretnék hozzátenni, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy vizsgálati objektumnak, mondjuk a TIG-nek 5300 tonna a széndioxid terhelése, akkor kutatói felelősséggel kiegészítve azt kell mondani, hogy minimum ennyi a környezeti terhelése, ugyanis nagyon nagy felelősség van abban, hogy egy ilyen vizsgálatban hol hozzuk meg az adatgyűjtési határokat, hogy mik azok a szolgáltatások, tevékenységeket, amiket ehhez az épületnek a környezeti terheléséhez kapcsolunk, és mik azok, amiket már leválasztunk róla. Nyilván az adatgyűjtésnek nagyon fontos szempontja az, hogy egy idő után a kutatónak meg kell hozni azt a döntést, hogy a többlet adat vagy többlet adat megszerzéséhez szükséges erőforrás arányban van azzal a mondjuk plusz környezeti faktorral, amit még hozzá lehet társítani, hogyha azt az adatot is beszerezzük. Ezért mi alapvetően nyilván arra koncentráltunk, amit elmondtam a bevezetőbe, hogy mennyi szolgáltatás van ebbe az épületbe. Mi arra koncentráltuk, hogy maga az épület üzemeltetéséhez milyen szolgáltatások, direkt és indirekt környezeti terhelés kapcsolódik. Azt láttuk nagyjából, hogy azért domináns a direkt kibocsátás nyilván itt is a környezeti terhelés tekintetében, attól függetlenül, hogy jellemzően egy szolgáltatás szektorban lévő épületre gondolunk, de ha visszaemlékezik mindenki arra a kördiagram, akkor lehet látni, hogy a döntő az az energiafelhasználás, ami úgymond áramot ez az épület elfogyaszt, ami földgázt elpöfögünk, és nyilván annak a környezeti terhelése, ami azért kötődik, hogy a dolgozók eljönnek ide, hogy ezt a intézményi infrastruktúrát üzemeltessék, illetve az a környezeti terhelés, ami azzal keletkezik, hogy az emberek eljönnek ide, használják a szolgáltatásokat, és elmennek az épületből. Én így alapvetően ez a videóhoz ennyit gondoltam hozzátenni. Köszönjük.
Abszolút csatlakozni tudok Lászlóhoz, hogy itt a rendszerhatároknak az azonosítása volt egy fontos szempont, és elég sokat is beszélgettünk erről, hogy hol vannak azok a rendszerhatárok, amelyeken belül ezeket figyelembe vesszük az adatgyűjtés során és a számolás során, és egyébként tényleg egy iteratív folyamat, ahogy László is elmondta, hiszen azokra az adatokra tudunk, amiről egyébként van információ. A fejlesztésnek a lehetősége rejlik ugyanakkor ebben, abban, hogy a legközelebb számol az egyetem karbonlábnyomot, akkor akár ezeket a rendszerhatárokat ugye lehet változtatni, azzal a kitétellel, hogy természetesen ugyanerre a rendszerhatára muszáj lesz számolni, hiszen akkor lesznek összehasonlíthatók az adatok. Tehát ugye, ahogy itt a mérföldkő megnevezésből is látható, ugye ez egy bázis, ez egy jelenlegi adat, ahogy László is mondta, ez egy tükröt tart a TIK épület elé, hogy jelenleg ez ennyi. Nyilvánvaló az lenne a cél, hogy ezen amennyiben lehetséges még csökkenteni, még faragni a széndioxid kibocsátásból, de hozzáteszem újra, hogy egy normál évben, hiszen valószínűleg ez az év, ez nem erről fog szólni, hogy összehasonlítható adatot lehessen ehhez mellé tenni. Egy normál évben, egy normál hasonló működés során, mint ami a 2019-es évet jellemezte, ami például ott pont a háttérben az egyik rólapon meg is van, hogy több mint 300 rendezvény volt a TIK-épületben 2019-ben, ami, hogyha belegondolunk, akkor óriási mennyiségű energiafogyasztással, beszerzett anyagokkal, cateringgel, hulladékkeletkezéssel jár nyilvánvalóan. Egy normál évben ez hozzá lehet viszonyítani ehhez az alap bázis évhez, és így lehet újabb célokat kitűzni az egyetem környezettudatossága elé, és így lehet újabb célokat elérni. Úgyhogy ez a videó, ez tényleg a fő és az eredményeket mutatta be. Köszönjük szépen. Bátorítanám továbbra is a résztvevőket, hogy bátran tegyenek föl kérdéseket, ha nincs ilyen, és Lászlónak, Katalinnak nincs további kiegészítése, akkor menjünk tovább a következő filmmel, ami a kérdőívben a hallgatói válaszokat, a kérdőívben hallgatók által adott válaszokat mutatja be és összegzi. Akkor ezt azonnal indítanám. Az egyetem egyik központi épületeként kiemelten fontos számunkra a példamutatás a zöld gondolkodásban. Megkérdeztünk titeket, hallgatókat a közlekedés, az étkezés, a hulladékkezelés és a környezettudatosság témakörökben a szokásaitokról, és a válaszokat összegeztük. Közlekedés. Diákként a legtöbben vonattal utaztok Szegedre, méghozzá kétszer annyian, mint busszal. Meglepő módon sokan jártok autóval, de szerencsére a telekocsi is nagyon kedvelt megoldás. Ha teheted, válaszd te is a vonatot, de ha ragaszkodsz az autódhoz, keresd társakat az utazáshoz. A városon belül a tömegközlekedést használjátok a legtöbben. Szegeden kiemelkedő kerékpárút hálózat van, ennek köszönhetően többen bicikliztek, mint gyalogoltok. Ennek ellenére autóval még mindig sokan jártok városon belül. Ha tehetitek, választhatok környezetbarát megoldásokat ehelyett. Erre már találhattok akár alternatív követendő példát is. Az egyetem épületei között is sokat közlekedtek a városban. A járművek széndioxid kibocsátása nagyon eltérő, ezért kiemelten fontos, hogy mivel utaztok Szegeden belül. Étkezés. A TIK-ben sok hallgató fogyaszt valamilyen ételt, amit vagy otthonról hoz, vagy boltban vásárol, esetleg kiszállítással rendel. De sokan étkeztek étteremben, vagy a TIK kávézójában is. A helyzetet bonyolítja, hogy minden nap más a menetrendetek, mégis ha teheted, kerüld az eldobható csomagolást, ne gyárts élelmiszer és műanyag hulladékot, vásárolj nagy kiszerelésben, és használj saját kulacsot, bögrét.
Próbáld mindig a környezettudatosságot szem előtt tartani. A húsfogyasztási szokások nem mutatnak eltérést a magyar átlagtól. Mégis érdemes elgondolkodni a napi húsfogyasztásodon. A diákok mindössze 5%-a nem fogyaszt húst. A hulladék kezelés ezzel szemben tanulságosabb eredményeket mutatott meg. Sokan gyűjtitek szelektíven a hulladékot, legnagyobb arányban a műanyag és papír hulladékot. Az üveg, fém és veszélyes hulladék szelektív gyűjtése is megoldott. Bátran használhatjátok, ha ilyen típusú hulladék keletkezik. Van azonban még jó pár alkalom, amikor nem használjátok a szelektív hulladékgyűjtőket. Keressétek a 18 szelektív gyűjtőpont egyikét, még ha egy kis fáradtságotokba is kerül, és olvassátok el a felettük elhelyezett tájékoztatókat. A környezettudatos szemléletet szerintetek is a rendezvényeken keresztül lehet a legjobban népszerűsíteni. Ezért saját rendezvényeink kizárólag ilyen témákban kerülnek megrendezésre. Kövessétek figyelemmel a program kiírásokat honlapunkon, Facebookon és plakátjainkon, és vegyetek részt a rendezvényeken. Láthatod, hogy egy kis odafigyeléssel te magad is óvhatod a környezeted. Figyelj, tájékozódj, ne becsüld alá a döntéseid súlyát. Tegyünk együtt a jövőnkért. Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. És még Gyarmati László igazgatóhoz fordulok, hogy segítsen nekünk ennél a videónál is az értelmezésben. Köszönjük. A célunk az volt, és az is, hogy egyrésztről egy reflexiót is megfogalmazunk, ami a központra vonatkozik. Mutassunk a látogatóknak, hallgatóknak egy visszajelzést arról, amit mi feldolgoztunk az ő válaszaiból, illetve kérjünk és javasoljunk is számukra olyan dolgokat, amikkel a saját és az épület környezeti terhelését is csökkenthetik. Az önreflexiónak az egyik része az, hogy erről beszélgettünk is a kutatás során is többet, hogy például az étkezési fogyasztások hogyan befolyásolják egy intézmény környezeti terhelését, és egy intézményben a felkínált étkezési lehetőségeknek milyen környezeti terhelése lehet. Egy ilyen intézményben nekünk milyen felelősségünk van abban, hogy például amilyen étkezési lehetőségeket fitfél kínálunk az épületben, annak milyen környezeti terhelése van, hol tudunk javítani például ezen a úgymond portfólión, és hogy tudjuk tovább segíteni a látogatókat abban, hogy az ő környezeti terhelésük csökkenjen. Nyilván a hulladék az ilyen szempontból nagyon érdekes, a videón is elhangzott, hogy egy rendezvénynek a környezeti terhelése a hulladéktermelésben jelentős. Nyilván például az étkezéshez kötődő hulladéktermelés is az épületben jelentkezik, azáltal, amit mondjuk nem az épületben vesznek meg, ezért nyilván az épületnek felelőssége van abban, hogy lehetőleg minél több ponton kialakítsa a nem csak kommunális hulladék szelektálási lehetőségét. Tehát az egésznek konkrétan az a célja, és ezt a videót is úgy készítettük el, hogy ezek a videók úgymond folyamatosan futhassanak az épületnek azon időszakában, amikor itt rendezvények vannak, amikor itt sima oktatási feladat van. Ezeket a videókat pont úgy készítettük el, most nincs funkciója, hogy magyar-angol felirattal is el lessenek látva. Tehát, hogy ezek gyakorlatilag itt az épületben mehessenek, és minden látogató minél többször találkozzon ezzel a javaslatcsomaggal, hogy amikor fogsz egy műanyag dobozt, akkor azt dob ki a megfelelő helyre, néznek, hogy hol vannak a hulladékgyűjtőszigeteink, és nyilván ez a kérdés is, hogy ezeket mi, hogy tudjuk majd jobban racionalizálni. Zárójelben mondom meg, hogy nyilván egy ilyen pandémiás helyzetben, amikor nagyon sok nehézséggel találkozik az ember, mert megváltozik a rutinszerű életvitele, pont ezeket a lehetőségeket keresünk most, hogy például az épületnek az ilyen jellegű pontjait hogy tudjuk átalakítani, tovább racionalizálni, és például hogy tudom most fölkészülni egy ilyen újranyitási időszakra. Ezek a témák, amiket a videó is fölvet, meg amikről beszéltünk a kutatás során, ezek mind nagyon hasznosak számunkra.
Köszönjük szépen. Herner Katalin, igazgatóasszony. Igen, köszönöm. Azt gondoltuk mi is, hogy a szemléletformálásnak egy jó eszköze lesz ezeknek az explainer videóknak az elkészítetése és bemutatása, és ezt nagyon sok platformon, itt ezt Lászlóra nézek, és majd meg fogja erősíteni, hogy melyek lesznek azok a felületek egyébként, ahol ez elérhető lesz akár a mai naptól, melyek lesznek azok az STE-hez tartozó felületek, ahol bárki ezt meg fogja tudni nézni, és a szemléletformálás az így minél szélesebb körben elér, hiszen azért a hallgatók az STE honlapján, Facebook oldalán egész biztos, hogy elég gyakran látogatják ezeket, és itt ez jelen lesz. Úgyhogy a szemléletformásnak egy jó módját láttuk ebben, mint maga a felmérés is, és azt gondoljuk, hogy ez egy szerencsés kapcsolat, hogy a felmérésben mintegy feldobtunk kérdéseket, direkt válaszokat kaptunk hallgatóktól, amiket aztán így visszatudunk egy ilyen a hallgatókhoz nagyon közel álló formában, ezekkel az videókkal nyilván ez az, amit készült 20-30 oldalas jelentéseket valószínűleg nem sokan olvasnák el a hallgatók közül, de még a dolgozók közül sem. Azt gondoltuk, hogy ez egy jó visszajelzés és egy jó elérést biztosító megoldás lehet erre. A feltett kérdéseken is sokat gondolkoztunk, tehát hogy magában a felmérésben ugye mit kérdezzünk meg, az azért elég egyértelműen adódott, hogy egy a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó hallgatóknak az egyik legnagyobb környezeti terhelése az valószínűleg a közlekedés lesz, és hogy ezt hogy oldják meg. Úgyhogy ez volt az egyik fajsúlyos kérdés, és itt ugyan az előbb én is agregáltan mutattam meg az eredményeket, és agregáltan értelmezzük azt, hogy környezetbarát közlekedést, vagy autós, vagy pedig közösségi közlekedést választanak például a hallgatók. Itt a felmérésben nagyon speciálisan és nagyon személyre szabottan kérdeztünk rá ezekre a dolgokra, tehát konkrétan megkérdeztük, hogy honnan jön, tehát hogy melyik az ő szülőhazája, hogy így mondjam, ahonnan Szegedre utazik ugye rendszeresen, illetve fordítva Szegedről utazik haza. Ezt milyen gyakran teszi meg, tehát a gyakoriságra is rákérdeztünk, a kilométerre rákérdeztünk, és azt, hogy ezt milyen járművel teszi, de ugye itt is több lehetőséget adtunk, mert elképzelhető, hogy valaki autóval és vonattal is közlekedik, illetve többféle variáció lehetséges. Tehát igazából azt gondolom, hogy magára a közlekedésen nagyon-nagyon részletesen rákérdeztünk, és ebből azután ugye statisztikai adatot, átlagot gyártottunk le, amit aztán föl lehet turbózni, és föl lehet ugye számolni az STE összes hallgatójára. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon részletes információkat kaptunk, és részletes adatokat. Az ehhez tartozó emissziós faktorok még egy érdekes dolog, hogy honnan származnak. Tehát ugye, hogyha tudjuk azt, hogy egy hallgató 100 kilométert tesz meg mondjuk benzines autóval, vagy busszal, vagy vonattal, akkor ugye ebből hogyan lesz tonna széndioxid. Erre szolgált ugye maga a bilankarbon módszer, és az az Excel tábla, és az ebben szereplő lehetőleg magyar emissziós faktorok. Itt egy korábbi projekt keretében, egy 2015-ös projekt keretében történt az, hogy ezt a francia bilankarbon módszert magyar emissziós faktorokkal és magyar információkkal töltöttük fel, és ennek keretében volt arra lehetőség, hogy például a magyar energia mix szerinti, most az az előzőhöz tartozott, de mondjuk TIK villamosenergia fogyasztást, azt összetudjuk kapcsolni a hazai energiamixel, és a hazai energia mixnek a tonna széndioxid egyenértékével tudjuk ugye felszorozni, hogy így kapunk minél jobban a valósághoz hű tonna széndioxid eredményeket. Ugyanez csak részben mondható el például a közlekedés esetében, hiszen a közlekedésnél ekkora különbség ugye nincs a között, hogy azt a benzines vagy dízel autót Franciaországban vagy Magyarországon használják.
Úgyhogy ahol volt lehetőség rá, ott magyar emissziós faktorokat használtunk, ahol pedig erre nem volt lehetőség, ott maga a módszerben lévő eredetileg Franciaországra és Európára számolt emissziós faktorokat használtuk és alkalmaztuk. Ahol még nagyon fontos ez a magyar energia, vagy az a nagyon magyar emissziós faktor, az a hulladékok esetében van, hiszen teljesen más a hulladékok kezelése és a hulladékok ártalmatlanítása során keletkező, vagy ehhez kapcsolható tonna-széndioxid Magyarországon, mint Európa más részeiben. Erre vonatkozóan is a hazai hulladék kezelési emissziós faktorokat vettük figyelembe a számolás során. Hát azt gondolom, hogy és itt akkor ugye a közlekedésen túl, meg a hulladék kérdésen túl, ugye ahogy László is említette, az étkezési szokásokra kérdeztünk rá, itt azért nagyjából azt az eredményt kaptuk, hogyha lemegyünk a részletekbe, hogy azért nagy különbség mondjuk, például a húsevésre rákérdeztünk a felmérés során, itt nagy különbség a válaszadók és a magyar átlag között, például a kis húsevési szokásokat tekintve egyébként nincsen. Az étkezési szokásoknál, amire még rákérdeztünk, például az automatáknak a használata, ugye a TIG-ben lévő automatáknak a használata, itt is érdekes adatokat kaptunk egyébként, hogy a dolgozók kevésbé használják ezeket, mint a hallgatók. Tehát azért kijöttek így szerencsére az elég nagy számú válaszadó miatt, kijöttek ezek az eredmények és az értékelések. A hulladéknál is, ahogy a kis filmben is látható volt, ugye, hogy 18 helyen van lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre az épületben, ami azt gondolom, hogy mi is jártunk ott, körbejártuk, és abszolút szemet szúr, és abszolút értelmezhető, hogy a szelektív hulladékgyűjtőkben melyikben mit kell tenni, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív adottsága, illetve egy pozitív eredménye már a TIG épületnek, hogy ezek elérhetőek. És akkor ami érdekes volt, ugye a környezet tudatosságra is rákérdeztünk, ezek részben majd a negyedik videóban fognak előjönni. Itt a hallgatók mennyire ismerik például a TIG kezirányú rendezvényeit, mit tartanak fontosnak, illetve kit tartanak felelősnek, ki az, aki változtathat a környezettudatosságon és ezeken a környezeti jellemzőkön, ezekre is ugye rákérdeztünk a kérdőívben, és nagyon érdekes válaszokat kaptunk. Azon kívül pedig konkrét javaslatokat is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a karbonkibocsátást, vagy csökkenteni ezeket a karbonkibocsátásokat. Ilyen típusú javaslatokat is megfogalmaztak a felmérésben a hallgatók. Ugye röviden ennyit szerettem volna. Kérdezzük a nézőket, hogy van esetleg kérdésük az előző két videóhoz kapcsolódóan. Ha nincs, akkor lehet, hogy mehetünk tovább a harmadikkal. Az egyetem központi épületeként kiemelten fontos számunkra a példamutatás a zöld gondolkodásban. Megkérdeztünk titeket, itt dolgozókat a közlekedés, az étkezés, a hulladékkezelés és a környezettudatosság témakörökben a szokásaitokról, és a válaszokat összegeztük. Közlekedés. A legtöbben vonattal utaztok Szegedre, de busszal és telekocsival is sokan közlekedtek. Sokan jártok autóval, de szerencsére a többi eszköz népszerűbb. Ha teheted, választ te is a vonatot, de ha ragaszkodsz az autódhoz, keresd társakat az utazáshoz. Szegeden a munkába járáshoz sokan használjátok a tömegközlekedést, és a kiemelkedő kerékpárút hálózatnak köszönhetően többen bicikliztek, mint gyalogoltok. A városon belül viszont egyértelműen az autót választjátok a legtöbben. Ha tehetitek, válasszatok környezetbarát megoldásokat ehelyett, erre már találhattok akár alternatív követendő példát is. Étkezés. Sok dolgozó itt a TIG-ben fogyaszt valamilyen ételt,
amit vagy otthonról hoz, vagy boltban vásárol, esetleg kiszállítással rendel. De sokan étkeztek étteremben, vagy a TIK kávézójában is. Ez a mindennapi szokásokon múlik. Ha teheted, kerüld az eldobható csomagolást, ne gyárts élelmiszer és műanyag hulladékot, vásárolj nagy kiszerelésben, és használj saját palackot. Próbáld mindig a környezettudatosságot szem előtt tartani. A húsfogyasztási szokások nem mutatnak eltérést a magyar átlagtól. Mégis érdemes elgondolkodni a napi húsfogyasztásodon. A dolgozók csupán 5%-a nem fogyaszt húst. A hulladékkezelés ezzel szemben tanulságosabb eredményeket mutatott meg. Sokan gyűjtitek szelektíven a hulladékot, legnagyobb arányban a műanyag és papír hulladékot. Az üveg, fém és veszélyes hulladék szelektív gyűjtése is megoldott. Bátran használhatjátok, ha ilyen típusú hulladék keletkezik. A szelektív hulladékgyűjtő hely felett elhelyezett tájékoztató a segítségetekre lehet. A környezettudatos életmód nálunk a munkahelyi kultúra része. Ezt példamutatáson keresztül lehet a legjobban népszerűsíteni. A TIK az egyetemi élet középpontjaként meghatározó szerepet tölt be a városban, ezért nem csak a diákoknak, hanem a város lakosságának is példát mutatunk előremutató gondolkodásunkkal. Láthatod, hogy egy kis odafigyeléssel te magad is óvhatod a környezeted. Figyelj, tájékozódj, ne becsüld alá döntéseid súlyát. Tegyünk együtt a jövőnkért. Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. Köszönjük szépen, Évi. Gyarmati László igazgató úrhoz fordulok, hogy segítsen nekünk a dolgozói videó értelmezésében is. Viszonylag könnyű dolgom van, hogyha az a feladatom, hogy értelmezzem a dolgozó videókat, a dolgozó videót, a dolgozó videó értelmezésének az a célja, és azt az üzenetet akarjuk átadni, hogy maga az itt dolgozók tudnak nagyon sok példával előjárni az épületben látogató érkező egyéb hallgatóknak is. Tehát mivel a dolgozók sok esetben második otthonoként is tekinthetnek erre az épületre, függetlenül attól, hogy melyik egyetemi egységnél dolgoznak itt az épületen belül, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelősségük van abban, hogy a saját munkakörnyezetüket hogy alakítják ki, a saját épületben, vagy akár az épületbe behozott hulladékukat hogy menedzselik, hogy használják, ők is használják-e a szelektív hulladékgyűjtőpontjainkat, és nem például a kommunális kukába dobják ki azokat az hulladékokat, amiket máshol is ki lehet, mert úgymond azból több van és közelebb van a munkavégzésükhöz. Illetve itt is a dolgozókhoz egy tükröt szerettünk volna adni, hogy lássák azt, hogy az ő környezeti terhelésük hogy alakul abból a szempontból, hogy beérkeznek az épületben. Mert nyilván van olyan hallgató, aki lehet, hogy autóval rendelkezik, heti egyszer jön be az épületbe, de nyilván a dolgozók pedig sok esetben napi rendszerességgel ingáznak az épület között. És én, ez magánjellegű dolog, de én mindig azt szoktam mondani, hogy Szegeden kvázi távolságok nincsenek. Tehát ez most, ha megint a pozitív részét szeretném nézni ennek a pandémiás helyzetnek, bízom benne, hogy az helyzet is sok akár egyetemi dolgozó figyelmét ráirányítja arra, hogy gyakorlatilag nem sokkal több idő akár biciklivel, akár gyalogba jönni a munkahelyre, annál, mint hogyha az ember kinyitja a garázsajtót, kijön, becsukja, beszáll, fölmelegíti a motort, elmegy, parkolót keres, főleg most keres parkolót, amikor mindenki ingyen használhatja a parkoló területeket, és hogyha ezeket a sok-sok úgymond kényelmességet szolgáló, de elvégzendő feladatot összevetjük azzal, hogy valaki rápattan a biciklire, vagy fölveszi a bakancsot, és besétál az épületre, lehet, hogy sokan megtapasztalják most, hogy át tud ez az arány billenni az egészséges testmozgású közlekedés irányába. Köszönjük szépen. Hernán Katalin ügyvezető asszony kiegészítését kérjük. Abszolút ezt szeretnék csatlakozni, tehát mi is ugye voltunk ott a TIK épület előtt, láttuk a
a rengeteg kerékpárt, ami nagyon-nagyon impozáns, hogy ilyen sok, még láttunk ugye ilyen otthagyott kerékpárokat is, nyilván az már egy ilyen helyi jellegzetesség, de azt gondolom én is, hogy ez egy jó lehetőség felhívni a figyelmet erre, hogy minél inkább a környezettudatos megoldásokra, környezetbarát közlekedés megoldásokra irányítani a figyelmet. Itt azért közben a másik monitoron én nézem a konkrét adatokat, itt azért a helyi közlekedésben valóban az autós közlekedés az jelentősebb, tehát 51,6% jött ki a helyi közlekedésre, és 32,8% a közösségi közlekedésre, a környezetbarát megoldások pedig 15,6%-ot tesznek ki. Ezek kilométerben úgy néz ki, hogy 1480 kilométer az egy főre eső átlag kilométer adat, amit egy dolgozó ebben az évben megtett helyi közlekedésben, úgyhogy ez azért nem kis szám, azt gondolom, míg a környezetbarát megoldásoknál meg mondjuk 446 kilométer, ami megint nagyon szép, hogyha mondjuk kerékpározásra gondolunk mondjuk egy évben. Tehát azt gondolom, hogy ez jelentős. A távolsági közlekedésben azért kiegyenlítettebb a dolog. A távolsági közlekedésben a közösségi közlekedés 51,5%-kal az első a dolgozóknál, és az autós közlekedés a második 46,9%. Százaléknál nyilvánvaló itt a környezetbarát megoldások ugye nem rúgnak igazából labdába, úgyhogy itt a helyi közlekedésnél azt gondolom, hogy itt van egy szemléletformálási lehetőség. Akár már az is egy jó megoldás, hogyha ugye nem, azért nyilván Szeged azért nem kisváros, vannak azért némi távolságok, de egyetértek, hogy kerékpárral, tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel, gyalogosan ezek leküzdhetők. De ha valaki nagyon ragaszkodik az autóhoz, akkor akár ezek a telekocsi megoldások is ugye már jobb megoldást szülnek, amikor nem egy fő per egy autó, hanem mondjuk 3-4 fő per egy autó közlekedik. Úgyhogy ez is nyilván ennél már egy jobb megoldást tud mutatni. És amire felhívta a figyelmet a videó, és azt gondolom, hogy és László is felhívta rá a figyelmet, ez a példamutatás és ugye az egyetemek harmadik missziója, aminek az a célja, hogy a társadalmi szerepüket is betöltsék, és a társadalom előtt egy olyan szerepet viseljen az egyetem, hogy egy példamutatást és egy jó követendő példát mutasson. Azt gondolom, hogy ebben is van szerepe a videónak, ennek a felhívás, vagy erre való felhívás, illetve a dolgozók szemléletformálása emiatt is fontos lehet. Itt azért azt gondolom, hogy a 407 fő, aki dolgozóként kitöltötte a kérdőívet, az nem kevés, és nyilvánvaló ezt. Ők azok egyébként, akiket talán a legjobban el lehet érni különböző programokkal. Akár legyen ez egy zöld iroda program, ami egyébként a mai napra is ugye elvileg tervezve volt, de a jelenlegi helyzetben ez nem megvalósítható. Egy zöld iroda programmal, egy felhívással, egy információ átadással, tájékoztatással azt gondolom, hogy az egyetem berkein belül nyilván a dolgozókat lehet legelsőként elérni, és valószínűleg a nyitottság is megvan az ő részükről ebben. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni, hogyha még László szeretne valamit, ha nem, akkor az utolsó videóhoz fogunk menni majd. Bocsánat, Katalin, egy pillanat. Van egy kérdés. Igen, van egy zöld iroda, ez neked szól ez a kérdés. Mit jelent a zöld iroda? Ó, ennek nagyon örülök ennek a kérdésnek. A Zöld Iroda program, ez a Követ által kidolgozott nagyon régi program, tehát ugye említettem, már 25 évesek vagyunk. Ez volt szinte az első program, amit a 2000-es évek elején és 1999-ben még kidolgozott a szervezet. Az a lényeg, hogy egy bármilyen iroda, intézmény, vállalat, minden vállalatnál van iroda, hogyan tudja az irodai működést úgy átalakítani és úgy módosítani, hogy a környezeti szempontokat figyelembe veszi. Az első, ami eszünkbe jut, az természetesen a papír és a papírfogyasztásnak a csökkentése, de ezennél sokkal szélesebb körű. Tehát a papírfogyasztáson túl az egyéb beszerzett eszközök, akár az IT eszközöknél a környezeti szempontok figyelembevétele,
a különböző beszerzett dolgoknál a környezeti szempontok figyelembevétele, nem utolsó sorban az energiahatékonyság, ugye ez az a terület, ahol még egy iroda esetében is nem csak környezetileg, de gazdaságilag is akár lehet értelmezhető megtakarítást elérni. Például az IT eszközök bekapcsolása, a nyomtató készenléti állapot, hogy ez hogyan változik ugye a napi, illetve a heti rutinban, hogy éjszaka legyen egy kötelező lekapcsolás, vagy ugye a hétvégére, akkor gondoljunk akár a fűtésre, a fűtés-hűtés területe, az megint egy olyan, tudjuk, hogy pár fokos hőmérséklet különbség már jelentős hőmennyiség megtakarítást érhetünk el azzal, hogyha nyáron a klímaberendezéseket nem 18 és 20 fokra, hanem csak 24 fokra állítjuk, télen a fűtőberendezéseket nem 25 fokra, 28 fokra, hanem csak 22-23 maximum fokra állítjuk, akkor ezzel jelentős környezeti megtakarítást és akár pénzben kifejezett megtakarítást is lehet elérni. A Zöld Iroda programnak ezeken a technikai megvalósításain kívül az egyik legfontosabb része az emberek szemléletformálása, a munkatársak bevonása, érzékenyítése a környezeti témákra, és azt gondolom, hogy ez nagyon sok ilyen zöld iroda programot hajtottunk végre egyébként, ehhez kapcsolódik egy minősítő rendszer is, amit kidolgoztunk, tehát az irodákat lehet minősíteni is, és elmondhatom, hogy nagyon sok vállalati és intézményi munkatárssal találkoztunk Zöld Iroda program kapcsán, és mindenkinél nagyon pozitív volt a visszajelzés. Tehát azt érezzük, hogy ezt az emberek magukénak érzik, az irodában eltöltünk jobb esetben csak 8 órát, rosszabb esetben ennél is többet. Tehát gyakorlatilag, ha belegondolunk, akkor annyi időt töltünk az irodában, irodai munkát végez, mint az otthonunkban, és nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között, és hogy mennyire érezzük annak a felelősségét, hogy ennek is van környezeti hatása. Úgyhogy dióhéjban ennyi, és közben köszönöm, a munkatársaim betették a követ honlapról az ide vonatkozó linket. Köszönjük szépen, bátorítjuk Önöket továbbra is kérdések feltételére. Köszönjük szépen Szilágyi Zsoltnak a kérdést. Ha nincs kérdés, és Gyarmati Lászlónak sincs esetleg visszacsatolása ehhez a témához, akkor mennénk tovább az utolsó videóval, ami a rendezvények címet viseli. A TIK évente több mint 300 rendezvénynek ad otthont. A rendezvények többsége egyetemi, de az épület külsős konferenciák, kongresszusok népszerű helyszíne is. Egy nagy rendezvénynek komoly ökológiai lábnyoma van. A mi céljaink, hogy ezen hatásokat csökkentsük, a TIK igazgatóság rendezvényei külön a környezettudatosságról szóljanak, és a zöld szempontoknak is megfeleljünk. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Kizárólag olyan catering partnerekkel dolgozunk, akik az általunk támasztott környezettudatos feltételeknek megfelelnek. Az alapanyagokat, de még az édes, sós süteményeket is helyi gazdaságokból és beszállítóktól szerzik be. Fontos, hogy lehetőség szerint nagy kiszerelésű üdítőt, tejet, cukrot használnak. A kávé mellé fém kis kanalat adnak, csak mosható asztalterítőket, lebomló vagy mosható evőeszközöket és szalvétákat használnak. Végül a keletkezett hulladék szelektív gyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodnak. És még pár apróság, amivel te is óvhatod a környezetet. Részesítsd előnyben a tömegközlekedést. Ne használj eldobható poharakat. Szívószál nélkül itt az italod. A szemetet a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dob. Ha csak teheted, ne használj liftet. Ne fogadj el szórólapokat. Elektronikus formában készíts jegyzeteket. Felesleges kacatok helyett hasznos ajándékot vásárolj. Ne közlekedj taxival. Építsük be a környezettudatos szempontokat a mindennapjainkba. Alkalmazzuk más rendezvényeken, vagy akár otthon, és mutassunk közösen jó példát mások számára. Egy kis odafigyeléssel
Sokat tehetünk környezetünk védelméért. Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából. Megtekinthettük a negyedik rendezvényekhez kapcsolódó videót is. Gyarmati Lászlóhoz fordulok kis értelmezésért. Köszönjük szépen. Értelmezés kettő fronton fejthető ki. Az egyik, hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy mi az, amit egy rendezvényeknek helyszínt biztosító intézmény meg tud tenni annak érdekében, hogy a rendezvények környezeti terhelése csökkenjen, és mit tud kérni a rendezvényszervező partnerek irányában, vagy pedig megkövetelni a rendezvényszervező partnerek irányába, hogy a helyi környezeti terhelése ne csökkenjen, csökkenjen egy konferenciának, egy rendezvénynek. A másik lába pedig pont az volt, hogy a rendezvény résztvevőktől mit tudunk kérni, amikor megérkeznek a rendezvényre, és használják például ezren 3-4 napig ezt az infrastruktúrát, amit az épület ad. Érdekes ez a téma, mert nyilván amikor ezt a videót készítettük, akkor nem látunk előre az időbe, hogy ennyire radikálisan át kell a rendezvényszervező piacnak alakulni. Most, ha belegondolunk, ezt a rendezvényt is online tartjuk. Iszonyat gyorsan megjelent az az igény, hogy a rendezvények kapcsolattartás, a diszemináció, ezek mind online térbe kerüljenek át, és mi arra számítunk, hogy a jövőben, ha a rendezvények előtt újra megnyílik a lehetőség, akkor első körben ezek a hibrid rendezvények fognak újra elterjedni, ami azt jelenti, hogy kismértékben ismét lehet majd személyesen találkozni, de nagymértékű informatikai támogatás lesz akár a konferenciákhoz, rendezvényekhez is hozzáillesztve. Tehát ilyen szempontból úgymond kényszer oldalon megjelent egy környezeti terhelés csökkentő faktor a rendezvények tekintetében, de emellett erre a videóra úgy gondoltunk, meg a továbbiakban is úgy gondoljuk, hogy ezeket a videókat szeretnénk, amikor itt nagy konferenciák, nagy rendezvények vannak az épületben, minél több platformon folyamatosan vetíteni, hogy lássák a rendezvényre érkezők, hogyha ebben az épületben vannak, akkor milyen apró dolgok saját döntéseik alapján tudják a maga az esemény, meg az ő életvitelüket, ami azt kötődik, hogy az eseményre jönnek, ahhoz kötődő környezeti terhelést csökkenteni. Így globálisan ezt gondoltam most érdekesnek elmondani. Köszönjük szépen. Herner Katalin igazgatóasszonyt szólítjuk. Igen, azt gondolom én is, hogy a rendezvényeknél ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a környezeti szempontok beépüljenek a rendezvény szervezés szempontjai közé. Mi a tavalyi évben, tehát 2019-ben dolgoztunk ki egy zöld rendezvény minősítésére alkalmas követelményrendszert, azzal a céllal, hogy majd ebben az évben mennyi sok zöld rendezvényt tudunk ezzel minősíteni. Nyilvánvalóan ez most így nem valósult meg. A tavalyi évben ilyen pilot jelleggel egy-két valóban megszervezett rendezvényt tudtunk minősíteni és ennek megfeleltetni. Ahogy már említettem, ugye ez sokkal több annál, mint ami alapvetően eszünkbe jutna, hogy a hulladék és az energia. A legfontosabb, az egyik fontos része például a beszerzés, ami itt a kis videóban is látszott, hogy honnan történik a beszerzés, felelős beszerzés történjen, és olyan akár catering megoldások szülessenek, amik megfelelnek, tehát akár a helyi gazdaságból történő beszerzés, vagy ezeknek a rövid ellátási láncoknak a használata, ami egyébként az EU-ban most egy célkitűzés és egy nagyon fontos cél lesz, hogy minél rövidebb ellátási láncokkal oldjuk meg akár az intézmények működését, akár egy rendezvénynek a kivitelezését is. Úgyhogy én ezt szerettem volna hozzátenni, azzal, hogy reményeink szerint ez valóban így van, hogy az online rendezvények azok elterjedtek, és abszolút jól működnek, és egy hónappal ezelőtt tartottunk a éves nagy rendezvényünket ilyen félig meddig online és félig személyes formában. Reméljük, hogy ez változik, viszont az online én is azt gondolom, hogy meg fog maradni. És ezzel egyébként egy csomó olyan akár felesleges környezeti terhelést tudunk csökkenteni,
ami eddig azért megvolt, mert csak akkor vehetek részt egy rendezvényen, hogyha elutazok abba arra helyszínre, vagy elutazok abba a városba. Azt gondolom, hogy itt a jelen járványhelyzetből adódó pozitív mellékhatásokat azonosítani kell, akár a rendezvények esetében, és ezeket meg kell próbálni megőrizni a jövőben is, és elérhetővé tenni a jövőben a személyes rendezvényeket ilyen online formában is. Ez egy számolható egyébként környezeti terhelésben megint csak egy számolható dolog, hogy ezzel mekkora mondjuk szén-dioxid egyenértéket lehet megspórolni, hogyha nem utazik el 100 ember egy adott városban rendezvényre, hanem abból csak 20 utazik el, és a többiek pedig online vesznek részt ezen a dolgon. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna így a minősítéshez, vagy ehhez ez a zöld rendezvény részhez hozzátenni. És azt még kérdezem akkor, hogyha azt most megosztjuk a jelenlévőkkel, hogy melyik felületeken lesznek elérhetők ezek a videók, az szerintem hasznos lehet. Ezeket a videókat első körben a TIG Facebook oldalán közzé fogjuk tenni, gyakorlatilag a link birtokába ezeket bármennyiszer bárki megtekintheti, és nyilván így, ahogy november-december végén haladunk a projekt lezárása felé, az összes agregált tanulmány, az összes projekthez tartozó tartalom az egyeteme főoldalán egy aloldalba meg fog jelenni, és nyilván oktatási igazgatóval is beszéltünk itt. Az elején nyilván azon is dolgozni fogunk majd, hogy ezek más felületekre, akár az egyetem CoSpace felületére átkerüljenek, ahova minden dolgozó hallgató meg tudja nyitni, és onnantól kezdve konkrétan az egyetem főoldalának egyik aloldalra fölkerülnek ezek a pályázati teljesítésre szóló dokumentumok, bárhova átvehetők és átképezhetőek. Emellett, amit még terveztem a pandémiás időszak elején, hogy maga az explainer videók pont azért kerültek rá magyar és angol feliratok, hogy az épület közösségi tereibe a rendezvényeken, akár nagy előadások, oktatási előadások előtt magyar hallgatók, külföldi hallgatók számára is ezeket le tudjuk vetíteni, vagy akár a háttérben, egy közösségi térben figyelemfelhívó funkcióval ott szerepeljenek. Köszönjük. Érkezett egy kérdés, hogy a prezentációt elérhetővé tesszük, és Henner Katalin ügyvezető azt, hogy bólogat, úgyhogy ezt el fogjuk küldeni minden regisztrált résztvevőnek. Köszönjük szépen a kérdést. Amit még ehhez szeretnék hozzáfűzni, hogy az egyik eredmény terméke a projektnek, az urak mögött látható ugye, egy roll-up, ami egy infografikát tartalmaz. Ebből kettő infografika készült, ezt most meg tudjuk mutatni, és ezt is elérhetővé fogjuk tenni ezeken a felületeken. Most a kettő itt ez egy picit így kicsiben látszik. A két infografikának a lényege, hogy az egyik ugye az esztétik karbonlábnyomot mutatja be, a másik pedig jobban a felmérésnek az eredményét. Tehát a felmérésnek a különböző részei, amikről most a videók szóltak, ez így egy ilyen infografikában az adatokkal, az eredményekkel, összegzéssel elérhetőek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is meg lesznek a csatornái, hogy hogyan fogja ezt az esztétik eljuttatni a felhasználókhoz. Az egyik az nyilvánvalóan maga az a roll-up, ami ott megjelenik, és ez nyilvánvalóan az egyéb rendezvényeken, vagy akár bemutató térben, ott a közösségi térben is felállításra kerülhet, és nagyon jól összegzi a projektnek az eredményeit. Úgyhogy ez az egyik olyan eredménytermék. A másik a most készülő online képzési anyag, ami szintén elérhetővé fog válni, amint ez megszületik, és közkincsé fogjuk tenni ezeket a PPT előadásokat. Köszönjük szépen, és akkor mehetünk tovább a Mentimeter kérdéseinkkel. Én ezt azonnal megosztom önökkel. Arra kérnék mindenkit, hogy legyen kedves megnyitni a www.menti.com oldalt, és ott a fent látható 6-7 számjegyű kódot legyen kedves beütni, 3, 2, 9, 5, 8, 3 és 9. Bízom benne, hogy ez mindenkinek jól látható. És természetesen várunk, igen, tehát ez a www.menti.com oldal, és a 3, 2, 9, 5, 8, 3, 9 kód megadása szükséges.
amikor aztán megnyílik önök előtt egy ablak, ahol 5 kérdést fognak kapni, az első látható, és ez egy teljesen interaktív felület, tehát itt most azonos időben látjuk is a beérkezett válaszokat. Egy választadó megadta a válaszát, kérjük értékelje a saját környezettudatosságát a videóban látott szempontok szerint, ezek a közlekedés, étkezés, hulladékkezelés, illetve vásárlás beszerzések, és itt egy 1-től 10-ig tartó skálán tudják megadni, hogy egyáltalán nem, vagy a lehető leginkább környezettudatosnak érzik az adott témakörben saját magukat. És már 5 válaszunk érkezett, ezt a jobb 6, ezt a jobb alsó sarokban látjuk, és látjuk a válaszoknak az átlagolt eredményét ezen a kis csúszkán. Mindenkit arra buzdítunk, ez teljesen anonim módon megy, nem is tudjuk visszakövetni, hogy ki milyen választ adott, hogy bátran adják meg válaszaikat, és akkor ebből fogunk látni egy most a jelenlévőkre érvényes eredményt. Igen, már 9 válaszadónk volt, egy picikét még talán várunk. Hát, ha látható, hogy a hulladékkezelés vezet. Valakinek. Hát azért ebből látható, hogy a hulladékkal viszonylag tudatosan próbálunk bánni. Igen, és bízunk benne, hogy a levetített videók, illetve az elhangzott információk egy kicsit mindannyiunkat ösztönöznek arra, hogy más területeken is próbáljunk környezettudatosan élni. Mehetünk tovább? Jó, akkor mutatom a következő kérdést. Közben van egy új belépőnk. Kérem, adjon meg konkrét 3 példát, 3 konkrét példát, ami azt mutatja meg, hogy az ön életmódjában mit jelent a környezettudatosság. Itt szándékosan adtunk meg példát, biztosan tudják, hogy milyen témában gondolkodunk, egy kicsit visszautalva akár a látott videókra is, és egy szófelhő formájában fogjuk majd látni a beérkező válaszokat. Ritka vásárlások, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás egy válaszadó részéről. Nem kötelező természetesen a 3 példa, de 3-at mindenki megadhat, minden válaszadó. Igen, sajnos annyira nem érzékeny a rendszer, hogy itt a hulladékgyűjtés valakinél ékezet nélkül, és akkor azt már más szónak veszi, de ugye a szófelhőnek a jellegzetessége, hogy minél többen adják meg ugyanazt az adott szót, akkor azt egy kicsit nagyobban fogjuk esetleg látni. Még várunk egy picit, 4 válaszadó küldte be. A szelektív hulladékgyűjtés egyértelműen vezet. Látjuk, hogy ez nagyobb betűkkel, tehát a gyalogos közlekedést is többen megadták. És ugye lehetne csoportosítani ugye itt a válaszokat, sokan írják a ritka vásárlás, felesleges termékkerülés, visszafogottság, egyszerűség, ugye ez mértéktartás, ugye ezek egy körben, azt gondolom ez nagyon jó, hogy erre is gondolunk, nem csak a hulladékok csökkentésére, vagy a másik oldalra, hanem valóban a forrás csökkentésre, az életmódunknak milyen erőforrás igénye van. Ugye itt a videóban is arra még szerettem volna visszautalni, amíg itt esetleg várunk a válaszokra, hogy feljött ugye az ökológiai lábnyom fogalma, amivel az mi annyival másabb, mint a karbonlábnyom, hogy ott az erőforrás felhasználásnak egy szélesebb körét veszük figyelembe, és az ökológiai lábnyomnak egy globális hektárban kifejezett mértékegysége van. Tehát itt az erőforrás fogyasztás, a hulladéktermelés és az a termőföld használat, ami a saját életmódunkból fakad, azt tudják egy elég bonyolult háttérszámolással egy globális hektárértékké átkonvertálni, és ezt a globális hektárt egyébként a globális biológiai kapacitással összevetni. Itt globális értékeket nézve egyébként 1970 volt az a dátum, amikor globálisan az ökológiai lábnyom az átlépte a biológiai kapacitásnak a mértékét, és onnantól sajnos úgymond hitelben fogyasztunk, tehát több az erőforrás felhasználása a föld lakosságának, mint amennyi az adott évben rendelkezésre állna, vagy megújulna. Közben azért megvártuk a válaszokat is. Igen, 9 válasz érkezett, úgyhogy megyünk tovább akkor a következő kérdésre. 5 lesz összesen, úgyhogy már mindjárt a felénél járunk.
eredményeket. Az eredményeket PDF-ben és Excel-ben is gyűjti ez a Mentimeter rendszer, úgyhogy ha esetleg most ezt nem tudom kivetíteni önöknek, akkor el tudjuk küldeni őket a későbbiekben. Kérem, raksorolja ön szerint, kik tehetnek a legtöbbet a környezeti problémák megoldásáért? Kormányzatok, profitorientált vállalatok, egyéni fogyasztók, oktatási intézmények vagy civil szervezetek, aki esetleg a Szegedi Tudományegyetemen dolgozóként kitöltötte a kérdőívet, az ő számukra ismerős lehet ez a kérdés. Három válaszunk már van, és a kormányzatok kerültek első helyre. Igen, megpróbálom kivetíteni, hogy lássák önök is a beérkező válaszokat. Két válasz érkezett eddig, és a kormányzatok vezetnek az első helyen. Civil szervezetek, tehát gyakorlatilag az a sorrend, amit a kérdésfeltevésben is megadtunk. Ezzel nem volt célunk, hogy irányítsuk önöket, de úgy tűnik, hogy a válaszadók nagy többsége így gondolja. Csak annyit szeretnék igen hozzátenni, hogy itt el szoktuk mondani, ugye ez a felelősség kérdése, tehát hogy kinek a felelőssége, és itt nagyon örülök, hogy az egyéni fogyasztók az harmadikként megjelenik, tehát az egyéni felelősségnek a kérdése az itt nagyon fontos. Nyilvánvalóan a kormányzat, a jogszabályi háttér, az irányítás, a döntéshozók és a vállalatok felelőssége az nem megkérdőjelezhető, ugyanakkor nem lehet hátrasorolni az egyéni felelősség kérdését, hiszen a választási lehetőség mindig nálunk van. Jó, 9 válaszunk megérkezett, akkor próbálunk menni a következőre, de azt lehet, hogy megint csak úgy tudom, elnézést kérek. Az ön véleménye szerint melyek a legfontosabb intézkedések a Szegedi Tudományegyetem Tanulmány és Információs Központ környezettudatos törekvéseik közül? Látjuk a válaszokat. A napelemekre érkezett 3, 4, 5, 7 voks, 9 válaszadó ismét megvan, és aztán 4 voksot kapott a szennyvízfőt hasznosító technológia bevezetése, a karbonlábnyom számítás maga, illetve a szelektív hulladékgyűjtés is. Jó, köszönjük. És most így az utolsó kérdést, azt már engedte nekem léptetni a menti. Ön szerint az STE-tik milyen módon legfeljebb 3 válasz tud segíteni a környezettudatos életmód kialakításában, és itt is adtunk meg 6 lehetőséget. Itt lehet többet is választani, itt is lehet többet is választani. Rendezvények, környezetvédelmi előadások, jó gyakorlatok, zöld kiállítás, információs anyagok, filmvetítés, illetve az ökonapot jelöltük meg. A rendezvények, jó gyakorlatok, illetve az információs anyagok kapták a legtöbb voksot 9 válaszadótól. Köszönjük szépen a részvételt a kis Mentimeter kérdőívünkben, és akkor én vissza is adnám a képet mindenkinek. Köszönjük szépen, és akkor elérkeztünk a programunkban egy rövid kis szünethez. Most egy picikét pár perccel előbb vagyunk, de akkor 12 órakor várjuk önöket vissza kerekasztal beszélgetéssel. Közben lehet a chatben is kérdéseket feltenni. A kerekasztalban Herner Katalin ügyvezetőasszony mellett Gyarmati László igazgató úr fog részt venni, illetve a Pécsi Tudományegyetemtől várjuk Kulcsár Tündét, a műszaki főosztály ügyvivő szakértőjét, valamint dr. Advánszky Bertalant, a sugárvédelmi szolgálat vezetőjét. Ők fognak részt venni a kerekasztalban. Úgyhogy köszönjük szépen eddigi figyelmüket, és akkor egy picike kis kávészünet után várjuk önöket vissza 12 órakor. Köszönöm. Dr. Mátyás Dénes velünk van esetleg? Igen, jó napot kívánok, ezért csak valam üdvözöljük kollégáknak. Én közben a nap folyamán helyet cseréltem a Szakál Péter igazgató úrral, így nagy titokban. A maszk egy kicsit megnehezíti a dolgunkat, de... Igen, ez a mostani időknek a nehezítése, és akkor köszönöm szépen a bemutatást, meg minden résztvevőnek a bemutatását, hogy ezzel megszólalhatjuk a
az időt. A mai kerekasztal beszélgetés egy olyan program keretében valósul meg, ami egy projektről szólt, amit a Szegedi Tudományegyetemen, Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja és a Követ Egyesület, a Fenntartható Gazdaságért Egyesület közös munkájában valósult meg, egy karbon lábnyom felmérés a Tudományos és Információs Központban, a Szegedi Tudományegyetemen, egy EFO pályázat keretében, tehát ehhez kapcsolódóan merülhetnek fel olyan kérdések, amik az egyetemek szerepét, fenntarthatóság területén végzett munkáját érinthetik, ami egyre fontosabbá válik a manapság. Ezt egyértelműen mutatják az ENSZ fenntarthatósági céljai és a 17 fenntarthatósági cél, ez a karbonlábnyom felmérés is igazából több célhoz is kapcsolódhatott, akár a fenntartható városok és közösségek célhoz, vagy az éghajlatváltozással szembeni fellépés céljához, vagy akár a megfizethető és tiszta energia cél eléréséhez. Tehát ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen egy olyan kérdésre gondoltam elsőként, ami az egyetemek felelősségére vonatkozik, hogy hogyan látják ezt a kollégák, a Szegedi Tudomány, a Pécsi Tudományegyetem, a Követ Egyesület kollégái, hogy az egyetemeknek milyen felelőssége lehet a társadalmi felelősségvállalás, a klíma, tudatosság, környezettudatosság elmélyítése területén. Nem tudom, kinek adja más. Én a moderátornak javaslom, hogy javasoljon egy sorrendet a válaszolásba. Esetleg megkérdezem a Követ Egyesület kollégáit, akik több egyetemmel is kapcsolatban vannak, ha jól tudom, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek e téren. Egyetértünk a sorrendben, és köszönjük, mi is örömmel hallgatjuk meg a tapasztalatokat, és gratulálunk ehhez a felméréshez az úton is, ha már személyesen nem tudtunk találkozni. Köszönjük. Jó, köszönöm szépen. Igen, több egyetemmel kapcsolatban vagyunk, de ez most egy nekünk is egy ritka alkalom, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel egy ilyen hosszú projektben, ilyen részletes projektben tudunk részt venni és együtt dolgozni. Én azt gondolom és azt látom, és inkább a vállalati gyakorlatból kiindulva, hiszen a vállalatoknál mi azokkal a szakemberekkel találkozunk, akik ugye egy valamennyi idővel azelőtt ugye koptatták az egyetem padjait. Tehát nyilvánvalóan az egyetemeknek a kimenő hallgatói azok a vállalatoknál a bemenő szakemberek, és mi elsősorban egyébként velük vagyunk kapcsolatban, és őket ismerjük jobban. És az a véleményünk, hogy az egyetemeknek az én személyes véleményem, hogy az egyetemeknek a felelőssége és az egyetemeknél ennek a témának a minél szélesebb körű kifejtése és alkalmazása az ott jelenhetne meg, hogy nem csak a szakirányú végzettséggel rendelkező egyetemi mérnökök, kutatók, bárki foglalkozik ezzel a témával és ismeri a témával kapcsolatos információkat, hanem ezt a jogászok, az ügyvédek, minden egyes szakmához meg lehetne találni a környezeti fenntarthatósági kapcsolódási pontot, a környezeti társadalmi fenntarthatósági kapcsolódási pontot, és én azt gondolom, hogy ebben lenne egy óriási feladat az egyetemeknek, hogy ezt a horizontális szempontot beépíteni nem csak a szakirányú végzettségűeknél, hanem mindenkinél. Ez ugye alulról jövőben már az oktatásban megvan, illetve van egy 2018-as kormányrendelet, ami ezt tartalmazza, ennek a horizontális szempontnak a beemelését ugye az oktatás minden szintjébe. Nekem mondjuk általános iskolás gyerekeim vannak, némileg ott már ez felelhető, de azt gondolom, hogy azért van egy gap itt azért a jelenlegi gyakorlat és a között, ami mondjuk már szándék, és mondjuk a jövőben elképzelhető, hogy így lesz. Tehát én ebben látom a szerepet. A másik pedig ez a harmadik misszió, amit ugye az egyetemek felvállalnak, és a társadalmi közegben az ő szerepük és az ő példamutatásuk, ami
megint csak e felé mutatna, hogy az ő maga, mint az intézmény és az intézmény működésének a környezeti vonatkozásai, azok példaértékűek lehetnek más intézmények esetében is. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Pécsi Tudományegyetem vagy Szegedi Tudományegyetem. Pécsi. Szeretném. Akkor most a Pécsi Tudományegyetemen szólítanám meg a kollégákat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg gratulálok ehhez a programhoz, ez egy fantasztikus program. És egy nagyon jó kérdés, ugye mindig ezzel küszködünk, hogy mi is, meg hogyan is csináljuk a dolgainkat, és örömmel mondhatom el, hogy a Pécsi Egyetem keretén belül működő zöld egyetem programba most már letisztult az, hogy az elért eredményeket horizontálisan három különböző irányba kell elvinni. Ugyanis amit mi el akarunk érni a zöld egyetem program keretén belül, akkor lesz tökéletes, hogyha megértik az egyetemi polgárok, valamint a hozzánk kapcsolódó lakosság is. És hogy ők is, mikor elfogadják, magukévá teszik, akkor ez a legtökéletesebb dolog, és azt mondom, hogy célba értünk, és el tudjuk érni a céljainkat és a kitűzött missziós dolgainkat. Ami nagyon fontos, most az egyetemeknek a szerepét hatványozottan látom, ugyanis ebben az évben mindenkinél előjött különböző szinteken is, akár egyéni, akár vállalati, akár területi, nemzeti, és még sorolhatnám, az érzékenységnek a kérdése. Tehát ugye, amikor például egy nagy beruházásnál 2017-ben klímakockázati vizsgálatokat kezdtek el vizsgálni, akkor sokan nem is értettük, hogy mi az, hogy érzékenység, mi az, hogy sérülékenység, kitettség, stb. És most azt látom, hogy egyre jobban közelebb kerül, akár egyénileg is, vagy akár vállalati szinten is, és most az egyetemekről beszélek, az, hogy mi is az, hogy érzékenység. Hogy mennyire vagyok érzékeny a kitett dolgoknak. Na most az egyetemeknek ebben kéne választ adni, hogy mindenki helyre tudja tenni, hogy az érzékenységét és a sérülékenység, az érzékenység és a kitettségből fakadóan a sérülékenységét pedig csökkenteni tudja. Először is nekünk nagyon jó példákat kellene arra mutatni, hogy vállalati szinten hogyan tudjuk a mi sérülékenységünket csökkenteni, ugye az adott érzékenység és kitettség mellett, és hát ugye meg kell azt mutatni, hogy például egyéni szinten, vagy akár magasabb szinteken is ez hogyan is működik. És nagyon örültem a követ képviselőjének azon felvetésében, hogy horizontálisan ezt a kérdést szét kellene teríteni. Ugyanis én azt érzem, hogy Magyarországon főleg a természettudomány és a műszaki szakemberek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nagyon kevés bölcsész kapcsolódik be ebben ennek a kérdésnek a megválaszolásában és az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek a úgymond népszerűsítésébe. És pont a tegnap éjszaka került a kezembe a legújabb National Geography. Egy fantasztikus cikk van ebben az újságban és a számban, arról, hogy tényleg a sérülékenység mennyire elérte az embert ebben az évben, és egy Elke Weber nevezetű pszichológus nő végzett kutatást, aki arra kereste a választ, hogy az emberek mennyire hajlandóak tenni úgymond a környezetváltozásért, a klímaváltozás ellen, stb. Két csoportot hozott létre. Az egyik csoportban megkérdezte, hogy mik a problémák, mit kellene tenni, mindenki elmondta. A másik csoportnál pedig azt is még megkérdezte, például, hogy mit szeretnének az utókor számára hagyni. És akik az utókor számára átgondolták a dolgokat, azok sokkal nagyobb tetrekészséggel bírtak, mint az előző csoport.
Egy nagyon érdekes példa, egyéni példa, hétvégén ástam a zsebkendőnyi kerbe, és azt gondolkoztam ezen az egész koronavírusos dolgon, testi adottságomból fakadóan talán én is veszélyeztetett vagyok, nagy darab vagyok. És azt mondtam, hogy ha felástam a kertet, akkor már valamit hagyok, ha a legrosszabb forgatókönyvbe következik. Tehát nagyon, nagyon érdekes az, hogyha átgondolom, akkor cselekszem, hogy tényleg az utókornak hagyni tudjam. Na, ebben kéne az egyetemeknek borzasztó nagyot lépnünk, mert műszakilag tényleg elmondhatjuk azt, hogy 56%-on megújult energiaforrás használunk, stb. De a társadalom felé, hogy ezt ők is megértsék, ők is tudják, hogy ez miért fontos, hogy átgondoltatni őket. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Én csak annyi, hogy az előttem szólókhoz annyi kiegészítés, hogy, és egyetértek azzal, amit elmondtatok, ugyanis az egyetemnek szemléletformálásban nagyon nagy szerepe van és felelőssége, hogy merre haladunk. Egyrészt a létszám tekintetében is, mivel hogy a legnagyobb foglalkoztató, azt gondolom, hogy Szegeden is és Pécsen is az egyetem, és amit ők csinálnak, amit végeznek, amerre tartanak, hogyha az jó irány és egy példaértéket képvisel, akkor az befolyásolja is jó irányba, akár a város, akár a nemzet, és tovább menve nemzetközi szinten is a klímavédelmet is. Köszönjük az értékes gondolatodat, és akkor a Szegedi Tudományi Egyetem munkatársát szólítanám meg a következőkben. Köszönöm szépen. Gondolom, elfogadjátok azt a felajánlásomat, hogy itt a keretapasztal beszélgetés keretében tegeződhetünk, mert mindannyian ismerik egymást elég jól. Nekem most más gondolatok úsztak be, és nekem az jutott eszembe, hogy mi a felelősség az egyetemnek fenntarthatósági témakörökben. Igen, jó példamutatás, megmutatni, hogy mi működik, mit sikerült kialakítani. De ha igazi felelősségről beszélünk, akkor abban is felelősségünk van, hogy bemutassuk, hogy mi az, amit elrontottunk, mi az, ami nem működött, mi az, ami azt gondoltuk, hogy ez a technológia megváltja a energiahordozó kérdéskörét, nem váltotta meg. Tehát sokszor gondolkodok azon, hogy a legértékesebb gondolatok azok sokszor mondjuk egy konferencián, a kávészünetben történnek meg, akkor az ember a prezentációját kiegészíti azzal, ahol mondjuk a prezentációban mondatot, vagy pontot rakott a mondat végére, utána pedig mondja, hogy igen, jó volt az hatás, de a gyakorlatban az történt, hogy utána meg ez történt. Ezek iszonyatosan érdekes és fontos dolgok, úgy gondolom, hogy föl kell vállalni azt is, ami nem megy, ami nehézség, és hogyha érzékenységről beszélünk, akkor sokszor nyilván kockázatvállalás is kapcsolódik ahhoz, hogyha valaki fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy ez nem úgy működött, mint ahogy a papíron szerettük volna. Szerintem ebben is nagyon komoly felelősségünk van, egyénileg is, intézmény szinten is, és hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy úgy is tudunk példát mutatni, hogy valaki mondjuk ne menjen bele abba a zsákutcába, amiben a legjobb akaratánál fogva már egy másik intézményrendszer elindult és sajnos belement, akkor ebből is tudjunk tanulni. A keretasztal beszélgetés keretében én úgy gondolom, hogy annak a gondolatnak is helye van, hogy azért a zöld tevékenységek sok esetben elég erős marketing üzenetként is működnek, és úgy is használja sok szervezet őket. Abban is felelősség van, hogy az egyetemek ne csak azt vállalják föl úgymond, amiben jók, hanem azt is fölvállalják, amiben fejlődni kell, vagy ami mondjuk nem sikerült úgy, ahogy tervezték, hogy ebből mások is tudjanak tanulni. Szerintem ez egy olyan felelősség, amin minden nap érdemes gondolkodni, mert az őszintén bevallott hibák is rengeteg úgymond környezetterhelést tudnak megspórolni, ha azt nézzük, hogy ez a cél, meg rengeteg olyan tananyagot tudnak átadni az embereknek, amik megakadályozhatják más hibáknak az elkövetését. Igen. Attól még lenne ez, hogyha lehet. Természetesen.
vagyunk. Ahogy köszönöm a hozzászólásokat én is a Pécsi Tudományi Egyetem szakértői vagy munkatársai részéről, ahogy akkor köszönöm, hogyha a tegezőre fordítjuk itt a kerekasztalba, azt megköszönöm nektek. Ahogy beszéltetek, az jutott eszembe, hogy a másik olyan terület, amiben nagyon nagy felelőssége van szerintem, és tehet érte minden egyetem, ez pont a kutatásfejlesztési rész. Tehát ugye a kutatásfejlesztési innováció rész, ami ugye a jövő zöld gazdaságát, vagy karbonszegény gazdaságát ma megalapozza azokkal a technológiákkal, fejlesztési irányokkal, innovációkkal. És itt azt gondolom, hogy ez megint egy olyan terület, és ez is szinte nyilvánvalóan mondjuk a természettudományos és a mérnöki szakoknál erőteljesebben, de akár bármilyen szak esetében, hogy mifelé irányítja a fiatalok gondolkodását, a kutatást, kutatási irányokat, a fejlesztéseket, és hogy ez mennyiben függ össze, és mennyiben felel meg mondjuk ezeknek az zöldgazdasági kritériumoknak, vagy a karbonszegény gazdaságra való átállásnak. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, ami így kapcsolódhat ehhez. Köszönjük a hozzászólást, Bertalana. Köszönöm a szót. Nagyon örülök, amit Laci mondott, és ugye már erről többször beszélgettünk, hogy tényleg... Kávészünetbe. Így van, kávészünetbe. Hogy tényleg el kell mondani a kudarcokat is. Erről Taleb nagyon sokat írt a Fekete Hattyú című művében, ugyanis abból tudunk nagyot tanulni, meg sokat tudunk tanulni. És nekem nagy célom az, hogy amit például a Zöld Egyetem program keretén belül, akár a Szegedi Egyetemen, akár a Pécsi Tudományi Egyetemen megvalósítanak, hogy abból például egy oktatási anyagot adni, ugyanis ez egy kőkemény gyakorlati dolog. Például a vállalati szinten hogyan tudjuk megvalósítani a környezetvédelmet, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, és még sorolhatnám mit. És nagyon fontos, hogy ez az anyag adjon inspirációt arra, hogy tényleg a fejlesztések olyan irányba menjenek el, hogy átgondoljuk, és tényleg abba az irányba álljonnak bele a fejlesztések, amik tényleg környezetvédelem és a mi jólétünket szolgálják, és tényleg ne egy zsákutcába menjenek. Tehát nagyon tudatosan kell ezt csinálni, mert komoly pénzekről van szó, és ugye ezek az irányok, jövőbeni támogatások ugye erről fognak szólni. Megint egy saját példa, sógorom azon dolgozik Brüsszelbe, hogy összeállítsa azt a kritériumrendszert, hogy egy-egy beruházásnál hogyan tudja csekkolni az EU, hogy tényleg zöld beruházás-e vagy nem, és már úgy fogják adni ezeket a támogatásokat. És azt mondom, hogy az egyetemünknek gyakorlati kérdésben borzasztó nagy szerepe van, hogy ezt mi át tudjuk adni akár a hallgatóinknak, hogy amikor kilépnek a nagybetűs életbe is elkezdenek dolgozni, hogy ezekhez már hozzá tudjanak szólni, valamint tényleg azok a gyakorlatok, tehát egy üzemeltetés akár a Szegeden, akár Pécsen, tehát itt minden van, tehát egy nagy klinikai központ, hogyan működik, energiaellátás, kibocsátás, stb. Tehát nagyon sok területen kapcsolódunk a környezettel. Oktatás, hogy ez tényleg egy anyagként, egy oktatási anyagként jelenjen meg, mert ebből is tudnak tanulni a hallgatók, és nekünk is jó, hogyha elmondjuk, akkor már egyszer átgondoljuk. Hogyha már megmutatjuk, akkor már átgondoljuk a dolgainkat, és akkor azt mondjuk, hogy igen, ez jó volt, de lehet, hogy ez nem, ezzel már nem próbálkozom, és akkor szünetbe el tudom mondani, Aci, ne csináljuk, ne csináljátok. Tehát ebben vannak a mi feladataink, én úgy látom, hogy tényleg bemutassuk azt, hogy hogyan és mit csináljuk. Köszönjük szépen a további hozzászólást és kiegészítést és értékes gondolatokat. Valóban az egyetemek harmadik missziós tevékenysége az tulajdonképpen egy horizontálisan mindenhol megjelenő tevékenység, akár oktatás, akár kutatás, ahogy a Követ Egyesület képviselő is mondták, akár egy gyógyításban, ahogy most hallottuk Bertalantól is,
megjelenik természetesen, és hát a működésben is, és mindenben fontos, hogy az egyetemek példát is mutassanak, ne csak élen járjanak, de hogy példát is mutassanak. A tudás disszeminációja az egy alapvető követelmény, úgy gondolom, valamint hát az oktatásba való beágyazódása a fenntarthatóságnak, a környezetvédelemnek, ami valóban egyre inkább megjelenik, meg kurzusokban, akár szabadon választható, vagy tehát minden képzésben, ha jól tudom, akkor ez egyre inkább jelen van, de ez valóban fontos, és hát az ilyen tevékenység és eredmények monitorozása, ahogy a Laci mondta, és a visszacsatolások ellenőrzése, hogy mi halad jó irányban, mi nem, ezek megosztása az intézmények és a kollégák között az előre haladás érdekében valóban alapvető, és hát az utókort, hogy szem előtt tartsuk, ez is alapvető követelmény a tervezésnél, mivel ahogy ez a mondás van, hogy a földet igazából az unokáinktól kaptuk kölcsön, tehát ezt nem lehet elfelejteni, amikor harmadik missziós és fenntartható tevékenységekről van szó. Ezeket az irányokat, hogy most így nagyjából körbe jártunk, vagy körbe lőttük, esetleg vannak-e olyan jó bevágt gyakorlati eszközök, amik javasolhatóak, vagy jó gyakorlatok, amik az egyes intézményeknél, vagy a követ egyesület látókörében megjelentek, amikről érdemes lehet itt beszélni. Ez merült fel bennem. Köszönöm. Sorrendre, válaszsorrendre. Hát most akkor induljunk visszafele, akkor a Szegedi Tudomány Egyetem. Köszönjük. Igen. Nem biztos, hogy a kérdésre fogok válaszolni. Az a specialitása az intézmények keretében az egyetemeknek, hogy kicsit mindent is csinálunk. Oktatunk is, kutatunk is, klinikaközpontot is, fejlesztünk is, és ehhez nagyon sokfajta forrás használunk föl. Fenntartói forrás, pályázati forrásokat, célzott támogatási kereteket, és az egyetem nem tudja használni mondjuk azokat a kemény vállalati tényezőket, amit mondjuk egy profitorientált cég tud, aki kijelenti, hogyha a energiafelhasználásunkat visszavágjuk 25%-kal, akkor nem tudom, szétdobunk egy bónuszt év végén a dolgozók között. És akkor rögtön a külső motiváció alapján ez rögtön számszerűsítető eredményként megjelenik, és át lehet számolni környezeti terhelésre. Az egyetemen, mivel más a működési környezet, itt mindenféleképpen a belső motivációnak a felkeltése lehet cél, úgy gondolom, egyének szintén is azokon lehet dolgozni, hogy ehhez milyen jó gyakorlatok vannak, ehhez viszont szerintem az kell, hogy mindenki, aki elkötelezett ebben, nagyon jól ismerje a munkavállalóit, azokat a kollégákat, akikkel együtt dolgozik, mert nem biztos, hogy ami például egy irodába beválik motivációs tényező, az egy másik irodába adaptálható, vagy például, ha tényleg egy klinikatömböt nézzünk, és megnézzük egy klinikatömbnek például a jelenlegi helyzetét és leterheltségét, akkor mondjuk ott milyen környezettudatos szempontokat lehet most érvényesíteni, mert teljesen más dimenzióban mozog ez a dolog. De mondjuk egy olyan irodába, ahol egyik pillanatra a másikra az irodai dolgozók száma, akik benn vannak, lecsökken a tizedére, és az üzemeltető azt látja, hogy azt az irodát ugyanúgy fűteni kell, attól függetlenül, hogy nem öten vannak benne, csak egy, ott már lehetnek konkrét beavatkozási pontok, hogy akkor kialakítok egy lehetőséget annak a dolgozónak, és másik irodába mozog át. Tehát én úgy gondolom, hogy a globális szemüveget kell fölvenni, és onnantól kezdve pedig muszáj egyéni emberek felelősségi szintjén kezelni azt, hogy ki milyen jó gyakorlatokat tud megvalósítani, mert annyira változatos munkakörülményekben dolgoznak, főleg az egyetemen belül, hogy ez nehezen standardizálható. Ez jutott most így eszembe. Köszönöm. Esetleg, nem tudom, pécsi kollégáknak van-e valami hozzá? Én is így látom, tehát ami nagyon fontos az, hogy át kell gondolni a működést. És ugye szervezeti egységekre lebontva kell ezt átgondolni. És ami nagyon fontos, hogy abba a problémába esünk bele, hogy nem látjuk azt, hogy például a mérséklés az nem egy demokratikus dolog.
a mérséklés az egy kemény diktatórikus dolog. Tehát ugye megvannak a számok, azokat hozni kell. És ez csak akkor tud megvalósulni, tehát hogy az egyetemi polgár úgymond hozzájáruljon a mérséklési törekvéshez, hogyha neki is saját motivációi vannak benne. Hogyha megtaláljuk ezt a motivációs rendszert, akkor ez tud működni. Minden, bocsánat, megint példálózom magammal, azóta null kibocsátásos Pécsen a sugárvédelmi szolgálat, mióta azt mondta nekem a doktor úr, hogy nagyon magas a vérnyomásom. És akkor onnantól kezdve biciklire ültem, és biciklizem. Tehát, hogyha megtalálom az egyetemi polgároknál azt, hogy miért jó neki azt megtenni, akkor ez gyönyörűen fog működni. Nálunk most van egy pilot projekt, arról szól a dolog, hogy szelektív hulladék szigeteket hoztunk létre, és a munkahelyi hulladékgyűjtőket megszüntettük. Tehát arra kérjük a kollégáinkat, hogyha elfogyaszt valamit, akkor az szedje össze, fáradjon ki a hulladékgyűjtő szemét, a hulladékgyűjtő szigethez, és akkor szelektáljon. Egy lehetőséget biztosítottunk munkahelyi hulladékgyűjtőként, az a papírnak az elhelyezése. Voltak nehézségeink, meg vannak nehézségeink, de valahogy meg kéne azt találni, hogy elmondani azt, hogy miért fontos ez neki. Nem tudom pontosan, nem tudok most erre pontos választ adni, de azt gondolom, hogy mindenkinél más lesz az a dolog, de hogyha ha dicsérjük, hogyha elmondjuk, és az elmondjuk, hogy miért tekre a választ, akkor szerintem ez működni fog. Tehát valahogy így kéne a jó gyakorlatokat szerintem megfogni és megragadni, és elérni azt a kritikus tömeget, ami tovább tudja vinni a különböző törekvéseket. Nekem ennyi hozzáfűzni valóban van. Köszönjük szépen. Ön de esetleg? Nem, köszönöm. Én erre reflektálnék, ez gyakorlatilag, meg a jó gyakorlatokra, ami az eredeti kérdés volt. Tehát gyakorlatilag az a zöld iroda program, amit mi viszünk már nagyon régóta, és a tavaly újra ehhez emelé kifejlesztett zöld rendezvényprogram, az gyakorlatilag pont ezt mutatja, hogy egy követelményrendszert, egy nagyon széles értelemben vett programot ad arra, hogy mikre kell gondolni akkor, amikor egy intézmény, egy iroda, egy vállalati iroda például ilyen példaértékű útra lép, és szeretne a saját működésében tani, és ezt utána meg lehet fejelni egy minősítéssel, ami már egy picit ugye akár a marketing része is lehet a dolognak, de egy picit meg pont a példamutatás része, hogy ha egyszer valamit leteszek az asztalra, hogyha egyszer már én úgy működöm a saját környezetemben, irodámban, intézményemben vagy vállalatomnál, akkor ezt mutassa meg a többieknek, és legyek példa, hogy ők is tudják követni. És ennek, ahogy korábban is mondtam, és itt is felmerült, ennek egy nagyon nagy része a munkatársaknak a bevonása. Tehát semmi nem megy úgy, hogy kitesszük a szelektív hulladékgyűjtét a közös térbe, és aztán ott még egy papírt fölteszünk mellé a falra esetleg. Hogyha ez nincsen kiegészítve azzal, hogy bevonom a munkatársakat, elmondom nekik, hogy ez miért fontos, esetleg szembesítem őket, hogy maga az intézménynek például mekkora a kommunális hulladék termelése egy évben, és akkor ez egy döbbenetes nagy adat lehet nyilvánvalóan ez egy egyetem esetében, és ezzel utána mi lesz, és ennek hány százalékát lehetne mondjuk szelektíven gyűjteni, amiből aztán érték lesz, és így csatlakozom akkor mondjuk az EU-s körforgásos gazdaságos irányelvhez, vagy a Green Dealhez, vagy bármihez. Tehát, hogyha megadjuk igen a válaszokra a mi érteket, miért kell ezzel foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy ezeket a belső motivációkat meg lehet találni. Az emberek nagy része nyitott erre, az emberek nagy része, hogyha így egyszerűen az utcán megkérdezzük, hogy szeretne szebb és zöldebb jövőt 20 év múlva, vagy 100 év múlva, akkor senki nem fogja azt válaszolni, hogy nem szeretne. És ott jön el a dolog, hogy de mit képes tenni érte, vagy mit hajlandó megtenni érte, hogy ez meg is valósuljon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy
és ez minden szinten, tehát a dolgozók, a hallgatók szintjén, de én még mondom, általános iskolában is szoktam ilyenekről gyerkőceim osztályába beszélni, hogy összekötni, összekapcsolni az ő egyéni a működést, az ő egyéni életmódjukat, összekapcsolni ezekkel a problémakörökkel, és az összefüggéseket láttatni a munkatársakkal, a dolgozókkal, a hallgatókkal, és akkor megteremtődhet ez a fajta belső motiváció, amiről beszéltünk, és anélkül pedig nem mennek ezek a, csak technokratán nem mennek ezek a dolgok, hogy kiteszek egy szelektív hulladékgyűjtőt, ahhoz kell az ember is, aki oda sétál, és a megfelelő helyre fogja tenni ezt a hulladékgyűjtőt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát igen, valóban a megfelelő eszközök, a megszólításra, hát és a tudatosítás, mind a munkavállalók, mind egység, mind személy szinten, ezek nagyon, nagyon fontos tényezők. Én közben az órát nézem, hogy lassan kifutunk a kerekasztal beszélgetés idejéből. Nem tudom, hogy valaki még esetleg valamilyen hozzászólást... Nekem volna egy kérdésem, mivel hogy mi nagyon sok helyre küldtük ki a meghívót, és itt nagyon sokan csak névvel szerepelnek. Én arra kérem a chatben, hogy aki más egyetemről vesz részt a programban, azt legyen szíves egy kézfeltartással, vagy egy chatbe, egy beírással közöljék velünk, azt nagyon megköszönnénk. Ugyanis ez megint egy ilyen példaértékű dolog lenne, én azt gondolom, hogy az itt látott programot és azokat az erőfeszítéseket, amit a Szegedi Tudományegyetem, illetve a Pécsi Egyetem megtesz, azt tudjuk-e továbbítani és eljuttatni a többi egyetem felé. Én most kollégámra nézek, hogy hány címre küldtük ki egyetemekre, körülbelül ilyen 15 körül. Tehát gyakorlatilag minden magyar felsőoktatási intézménynél megpróbáltuk megtalálni azt az üzemeltetésért felelős kollégát, ahova elküldtük a mai rendezvénynek a meghívóját, és természetesen a mai rendezvénynek az eredményét, vagy összefoglalóját a PPT-vel együtt szintén el fogjuk küldeni. Tehát azt gondolom, hogy ez is fontos lenne, hogy ez terjedjen, és a jó gyakorlatok azok eljussanak a többi intézményhez is. Igen. Én voltam. Köszönjük szépen, igen, ti megvagytok. Más nem látok, hogy más írt volna be, úgyhogy akkor lehet, hogy nem tudtak mások csatlakozni most hozzánk. De ha jól láttam, akkor napközben volt más intézmény. És a Metropolitán Egyetem, ha jól láttam, tett fel a kérdést. Meg hát ki tudja még, most nem emlékszem pontosan a résztvevőkre, de hát a rendezvény utóéletét is lehet majd. Igen, szokták mondani, hogy a szó elszáll az írás megmarad. Most ebben a pandémiás helyzetben szerintem lassan ezt a mondatot ki lehet egészíteni azzal, hogy a szó elszáll, az online meeting megmarad, mert nyilván most már nagyon sokan megtanulták használni a Red gombot, meg utána, hogy lehet azt lekonvertálni YouTube streambe, meg YouTube linkre, úgyhogy nyilván ezt is úgy tekintünk erre, hogy az ismeretanyagok összegzésénél ezt is föl fogjuk dolgozni, és oda fogjuk adni az érdeklődőknek. Aki pedig, itt megint egy ilyen kritikát azért megfogalmazok, hogy aki foglalkozik most az online oktatással, és mondjuk figyeli azt, hogy a hallgatók hogy dolgozzák föl a videóanyagokat, amiket az oktatók föltöltenek. Sokszor az egy ilyen kicsit illúzióban ringató van, hogy ott van a link, szóval bármikor meg tudom nézni, ergo sok esetben nem lesz már az megkattintva, vagy bekattintva például a kurzus végéig sem. Erről volt egy levelezés, amiben belekerültem, hogy nyilván az oktatók nagyon nézik azt, hogy egyáltalán milyen intenzitással nézik a videókat a hallgatók, és nagyon jól be lehet lőni például az aktív figyelemnek az időszakát egy ilyen YouTube megtekintésen. Elkanyarodtam egy kicsit, de a lényeg az, hogy nyilván ezt a beszélgetés, meg ennek a beszélgetésnek az outputja is úgy gondolunk, hogy azokon a felületeken, ahol eleve a pályázati vállalásokat összegezzük és közé teszük, ott meg fognak ezek is jelenni. Köszönjük a kiegészítést. Igen, hát fontos, hogy az eredmények megmaradjanak és utánkövethetőek legyenek, akár csak a tudás disszeminációja szempontjából is, ahogy azt korábban, ahogy arról korábban már beszéltünk, ami segítheti a tudatos tervezést, a tudatos működést a mindennapokban is, a fenntarthatóság szempontjából is, meg az ilyen kezdeményezések is tudatosan ezt szolgálják, és projektek, mint amiről a mai napon volt
volt szó, ami akár kiterjeszthető más egységekre, intézményekre, munkavállalókra, és így tovább. Ha több hozzászólás, kérdés nem merül fel, akkor a kerekasztal beszélgetést szerintem bezárhatjuk, és nem tudom, hogy maradt-e más, mint a mai programnak a záró szava, ami, ha jól tudom, akkor Gyarmati László kollégám. Igen, akkor én alapvetően szeretném megköszönni a követ egyesülettel az együttműködést. Nem búcsúzkodok, mert dolgozni fogunk, és valószínűleg még holnap már, vagy ma délután úgy is egyeztetünk az outputok rendezéséről, így szép pályázatosan kifejezve magamat. De nagyon sokat tanultam onnantól kezdve, amikor először lejöttetek, átbeszéltük, hogy milyen programok lehetnének. Nagyon nagy ívet vett ez a dolog, amikor még itt az átriumban sétálgattunk több száz hallgató között, hogy mennyi lehetőség van és mennyire aktívan használta az épület. Addig, hogy most hát sajnos körülbelül 10 vagyunk ebben az épületben, de minden szempontból tanulságos volt, és én úgy gondoltam erre az egész együttműködésre, hogy tényleg olyan outputok legyenek, olyan videók, olyan anyagok, amiket utána széles körben be tudunk építeni az épület működtetésébe, oktatási anyagokba, amit a pécsi kollégák is mondtak, hogy egy zöld kurzus létrejöhetne, egy olyan oktatási anyag, amit akkor a hallgatók akár kreditért fölvehetnek. Tehát ebbe az irányba, a digitalizálás irányába bele tudjuk illeszteni szerintem nagyon szépen ezeket az eseményeket, és én is úgy gondolom, hogy valamilyen szinten nem lehet technokrata módon ezeket az irányokat kisajtolni az emberekből, hanem a mentalitáson kell változtatni, és az egyéni motivációt kell mindenkinek, egyéni motivációt kell kivirágoztatni ebbe a témakörben. Sokáig gondolhatta az ember azt, hogy az a baj a környezettudatos tevékenységekkel, hogyha én ellene teszek, a büntetés is úgymond térben, időben soká fog bekövetkezni, ha pedig érte teszek, akkor sem én fogom ennek a hasznát élvezni, mert mellettem eldobják a szemetet, én kidobom, és egyikünknek se lesz rosszabb, jobb a helyzete a következő napokban. Viszont a jelenlegi helyzet, akár a pandémiára tekintünk, akár a biodiverzitás rohamos csökkenésére, akár azokra a környezeti eseményekre, éghajlati eseményekre, azok mind azt erősítik, hogy már nem ringathatjuk magunkat abba az illúzióba, hogy ráérünk arra még kategória, mert már most már veszekednek a tudósok azon, hogy elkéstünk-e, vagy nem késtünk el. Még mindig születnek olyan modellek, hogy még van lehetőség beavatkozni, ha most átalakítjuk a gazdaságot. A pandémia maga eredményezett egy ilyen környezeti terhelés csökkenést, ezt most dolgozzák fel az adatokat nyilván, hogy ez mekkora mértékű, ez milyen gyorsan fog állni vissza, hogyha mi mindent utána egy újraindítással ugyanúgy szervezzük újra a gazdasági életet, mint ennek előtte. És nyilván, hogyha azt mondom, hogy ráérünk arra még, akkor ez egy kritika saját magunkkal szemben, és hogyha ráérünk még végig gondolni azt, hogy lehet a gazdaságot úgy kialakítani, visszaállítani, hogy akkor a környezeti terhelés csökkenjen, ezen vagy pont most fogunk gondolkodni, vagy már úgymond nem fogunk gondolkodni, mert hát optimistán bízunk abban, hogy tavasszal már az újraindításon fogunk dolgozni. Összességében én köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben a projektben részt vesz. Nagyon szépen köszönöm a pécsi kollégáknak is, hogy be tudtatok csatlakozni, főleg úgy, hogy biztos vagyok benne, hogy a szerda éjszakát ti is úgy töltöttétek, hogy böngésztétek, hogy akkor csütörtöktől hogy alakul át az élet, hogy nem, egyetem szinten mit lehet megcsinálni, mit nem. Ennek ellenérése mellett is köszönöm szépen a rugalmasságotokat. Tartsuk a kapcsolatot, segítsünk egymásnak, dolgozzunk, és nyilván én úgy gondolom, hogy csak azzal fogom lezárni, hogy mindenki vigyázzon egymásra, vigyázzunk magunkra, és jelen körülmények mellett is én kívánok mindenkinek egészséges, optimista és pozitív jövőmutató napokat. Mármint bocsánat, nem úgy értelem, de pozitív jövő, ezt most így, hogy ti mondtam, értem, hogy ennek lehet egy más konnotációja. Egészséges és optimista hozzáállást, és szép napokat mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
Köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy együttműködtünk, illetve a résztvevőknek, hogy végigkísérték ezt a mai délelőttet. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Szerusztok.